Bulik 2013. A Rádió Kabaré szilveszteri bemutatója a Thália Színházból. Szerkesztő Sinkó Péter. Konferál Litkai Gergely és Kovács András Péter. Kedves világvége túlélők! Kedves emigrációból itthon maradottan, tisztelt maradék! Ha ezt a beszédet hallják, az azt jelenti, hogy túl vagyunk a december 21-i világvégén. Vagy azért, mert elmaradt, vagy azért, mert világszerte megvolt ugyan, csak itt olyan szar a helyzet, hogy már észre se veszünk. Ha ezt a beszédet hallják, az azt is jelenti, hogy még nem repültek külföldre dolgozni, mert ugye, ahogy a Biblia tartja, az emberek haláluk után a mennyországba jutnak, a magyarok pedig Londonba. Gyurcsány annak idején megmondta, ha nem tetszik, el lehet menni az országból. Viktor már nem is mondja. Önök, akik itthon maradtak, az igazi magyarok. Mert milyen egy igazi magyar? Pesszimista, de hűséges. Amit utál, amellett végsőkig kitart. Anyáddal 30 éve élünk együtt, pedig már akkor is ronda volt. Rajtunk egész Európa keresztül masírozott, de mi hűségesek voltunk. Kitartottunk a törökök mellett 150 évig, a Habsburgok mellett 400 évig, az oroszok mellett 50 évig. Mondjuk pont most, hogy az IMF-nek nemet mondtunk, kicsit olyan, mintha a kaméliás hölgy fejfájásra hivatkozna. De furcsa nép vagyunk. Egyrészt élvezzük, ha fát vágnak a hátunkon, másrészt meg akinek van hozzá baltája, azt kiadjuk Azerbajdzsánnak. Ragaszkodásunk végletes. A hűségnyilatkozatok, Tesco-matricák, smartkártyák, kuponkatalógusok országa vagyunk. Sokan csak azért nem rohannak Strasbourgba, mert ott nem fogadják el a Supershop kártyát. 2014-ben a választási kampány is csak ennyi lesz. Szavazz az MSZP-re, és meg lesz a késkészlet. Ha lesz egyáltalán szavazás, mert lehet, hogy csak annyi lesz az országgyűlési választás, hogy az előzetes regisztrációt követően küld el SMS-ben a Viktor szót a 1799. De nagy kérdés, hogy kire szavazunk 2014-ben? A mostani kormányról egyre inkább az az érzésem, hogy nem is kormány, hanem kézifék. És csak azért dübörög a gazdaság, mert be van húzva. Nem is kormány ez, inkább foci csapat, de nagyobb baj az, hogy Matolcsi a kapus. Ahogy öreg anyád mondta, ez a gazdasági miniszter, hát még a szeme se áll jól. De akkor kit válasszunk? Választhatjuk Gyurcsány Ferencet, az éhező milliárdost? Vagy választhatjuk az LMP-t is, a magukat a közgéphez láncoló prométeuszokat, akik saját maguk megkötözésével elsőként honosították meg Magyarországon a Gangnam Style-t. Vagy választhatjuk a Jobbikot, akik zsidó listát akarnak, miközben Szegedi Csanád szépen lassan átigazolt, hiába fitymálták le a többiek. De az ő személye talán hidat ver a Jobbik és a zsidóság közé. Ő lehet az első ember, aki táltos dobot kap a barnicvójára. Ő lehet egy személyben Rómeó és Júlia, de jobban félek attól, hogy a Jobbik és a zsidóság közt tátongó szakadék fölött ő lesz egy személyben a viadukt és Matuska Szilveszter. Ilyen jelöltekkel ez már nem is országgyűlési választás lesz, hanem lottó, bármit x-elsz, úgyis csak halmozódik. De a választásokig még van két év, a kormány pedig vágja a cetliket, és intézkedik. A Széchenyi terv így egyre inkább hasonlít egy bakancs listára. Ugye mielőtt elveszítjük a választást, még a vasút a miénk lesz. Megszerezzük az EON gáz üzemágát. Viktor megmondta, lesz gáz. Igaza van, csak a szórendet cserélte fel. Mert mit is takar az unortodox gazdaságpolitika, hogy 3% arat maradjon a költségvetési hiány, hogy nőjön a foglalkoztatottság, és hogy miénk legyen a drágaszág. Hát drágaszág, az már most is van. Meg adók. Ha átutalsz, adózol. Ha telefonálsz, adózol. Ha levegőt veszel, adózol. Ha fingasz, gázolra lesz a fenekedet. Hullahó és hózik, micimackó adózik.
és a saját farkába harapó kígyó, még az átutalásokat sújtó tranzakciós adót is át kell utalni. Se baj, arra még van esélyünk, hogy film nagyhatalom legyünk, Díszletország bármelyik zombifilmhez vagy apokalipszishez. Ha Brad Pitt 2 év múlva forgatja nálunk a zombifilmjét, már maszk nélkül szerepelhetnénk benne. Az ősz híre volt, hogy a Walt Disney megvette a Star Wars-t. Én attól félek, hogyha nem állapodunk meg az IMF-fel, minket is megvesz a Walt Disney. Mondjuk Yoda mester és a Jedi erő különösen népszerűek lennének Kelet-Magyarországon. Főnök, azt a dízelmozdonyt kellene oda fölrakni a Zsiguli tetejére. És most azokhoz fordulok, akik aktív keresők, van állásuk, nem mentek külföldre, nem celebek, nem politikusok, végig dolgozzák a hetet, és rendesen megfizetik az adójukat. Kedves Csaba és István! Ne adjátok fel! Őrizzétek meg a pessimizmusban is az optimizmusotokat. Édesanyám példáját említeném, ő decemberben minden bevásárláskor hazavitt egy adag konzervet. És megkérdeztem tőle, hogy mire gyűjtesz, mama? Válasz, kisfiam, december 21-én vége a világnak, utána mit eszünk? Mert anyám a világháború alatt született, túl van 56-on, az átkoson és a rendszerváltáson, és nagyon jól tudja, hogy bármilyen katyvasz jön, abból föl lehet állni, és föl kell állni. Irigylem és csodálom ezt a hozzáállást, de igyekszem én is eltanulni. Mert egyebet sem tehetek. Boldog új évet! Kedves egybegyűltek! Kovács András Péter pesszimista, idegen lelkű és idegen testű konferansza után köszöntöm Önöket, de hát mit is várhatunk egy hobbittól? Követelem, hogy listázzák az összes hobbitot a médiában. Közép-Európa nem középfölde. A szőrhelye az orr alatt van. Pompom, menjél haza! A korábban elhangzottakkal szemben 2012 a sikerek éve volt. A nemzeti együttműködés keretében 1 millió új munkahely jött létre, 2 millió régi helyett. Mi jobbak vagyunk Európánál, sőt Amerikánál. Nálunk okosabbak az orvosok. Míg a Dr. House-ban egy beteggel 12 orvos foglalkozik, nálunk egy orvosra 30 beteg jut. Nálunk olyan jól megy az orvosoknak, hogy megtehetik, hogy külföldön éljenek. Olyan tehetségesek vagyunk, hogy nekünk még a fenekünkön is van piros pont, és 5 piros pont után egy macis pecsét. Nálunk semmi sem fenyegeti az eurót, mert nincs. 10 millió tehetség országa vagyunk. Egy lakossa 2 fél tehetség esik. Egész énekes dinasztiák vannak. Jimmy, Árpi, Krisztián. A zámbóházi királyok. Nyilván a hang is olyan, mint a hagyaték, az örökösöknek egyre kevesebb jut. ...2012 az eredmények éve volt. Újra állami kézbe kerülnek azok a vállalatok, amelyek eddig jól működtek. A külföldi tőke végre külföldön van. Azzal, hogy csökken a gazdaság, egyre több időnk van a családra, egyre többször gondolunk egymás édesanyjára. Végre le tudunk ülni, valaki több évre is. Leszámoltunk a rokkantakkal. Hajdu Péternek végre van hol parkolnia. Feltaláltuk az olyan nadrágszíjat, amin körben végig van lyuk.
Supershop pontok gyorsabban gyűlnek a benzinkutaknál, nem kell hónapokat várni egy 17 darabos manikűrkészletre, elég egyszer tankolni. A terror elhárító központ munkatársai, a tekesek, több farsangon sikeresen szerepeltek. Elfogtak élve egy Jedit a Budapesti Műszaki Egyetemen, ami nem kis fegyvertény, hiszen egy Jedi haláláig harcol. Mi csak úgy hívjuk őket, a Tini Ninja tekesek. Olyan áttekinthető választási törvényt készítettünk, amelyhez bármely képviselő be tud nyújtani egy módosító indítványt. A szerencsejáték helyét átvette az adórendszer. Az adórendszer drasztikusan egyszerűsödött, minden után kell adót fizetni. Nincs kivétel. Az adórendszer mellett a miniszter is egyszerűsödött. Végre méltó fizetést kap a főpolgármester is, nem kell hóvégén az alvállalkozókat nokiás dobozzal végigjárni, mint az elmúlt 8 évben. Vége van az önkormányzati betlehemezésnek. És ez még nem minden. Minden szurkolóra fog esni egy futballstadion. Látszat, hogy a focit támogatják, és nem a kultúrát, hiszen a pályán mennyi rigmus születik, mennyi naív pajzán irodalmi alkotás. Gondoljunk csak a Kispeste mindenki cigány kezdetű, már általánosító, de lüktetésében igazán nemzeti rigmusra. A közoktatás színvonalát olyan szintre fejlesztjük, hogy az emberek ne akarjanak egyetemre menni. Ezzel a felsőoktatás problémáját is megoldjuk. Ne legyünk pesszimisták. Ha bedöglik az agrárszektor, legalább a gazdáknak lesz ideje feleséget keresni. Ki akarna egy országot tele magányos parasztokkal? Lássuk meg a jót mindenben. A bíróknak nem kell szaladgálniok ilyen idősen a pályán, abban a hosszú talárban. Gyurcsány Ferenc is bírja étlen szomjan, így a lakosság is fogja 2013-ban. Pedagógusoknak továbbra sincs életpályamodellje, de ennyi pénzből úgyse tudnának nagyon tervezgetni. A félkarú rablók helyét kétkarúak vették át. Megszűnt a malév, de elindult a röpülypáva. Leminősítették Magyarországot, de margitok is fizethetnek Erzsébet utalvánnyal. Idén valószínűleg lesz, vagy volt világvége, ezért egy maja közmondással búcsúzom. Minden jó, ha vége. A 4-es metró átadási határideje mindig is bizonytalan volt, egy lyuk, amelynek szüzességét még nem vették el, holott már számtalan polgármester kokettált vele. Tudtuk, hogy csúszni fog, de azért az, hogy a világvége utánra adják csak át, váratlanul ért még minket is. Hadházi Lászlóval, az állítólag sorozatunkban a 4-es metróval kapcsolatos téfiteket szeretnénk most megerősíteni. A jelenetet előadja a szerző és Vida Péter. Szevasz! Bocs, hogy késtem? Nem érdekes, mivel jöttél? Egy füstölgő trolival. Azt hittem, csak a buszok füstölnek. Sofőr is azt hitte, nem is álltunk meg. Na majd, ha meg lesz a 4-es metró, minden jóra fordul. Állítólag csodálatosan modern lesz az egész. De meg is kérik az árát. Mikor át kellett utalni az első részletet, könnyezett a Hagyó Miklós. Mondják, hogy 2 hétig csipogott utána a mobil, amikor megjött az SMS. Annyi pénzből 4-szer lehetne bicikli utat építeni a Holdig. Azt nem is lehet, mert ugye forog a föld, aztán eltörne. De lehet, csak görgősre kell csinálni a másik végét. Igen, és minek, hogy biciklizzen rajta a Demién Rózsi? Énekelj, hogy sajtból van a Hold. Lebegtetni a haját a semmi.
Mégis milyen lehet egy 4-es metró? Mi? Hát olyan, mint 2-2-es. Vagy egy 1-es, meg egy 3-as. Hogy sárga, de kigyullad? Nem, hanem hogy rövid, de drága. Ja, és mikor lesz kész? 2014-ben. Mondják meg, mikor adják át. Most állítólag már a próba alagútnál járnak, ami olyan, mint az igazi, csak utána elbontják. Jó, jó, és utána hová teszik? A lyukat? Aha. Kiviszik, azt ha már nincs a föld alatt, akkor nincs is. Olyan ez, mintha találnál egy gödröt, ami tele van földdel, csak fordítva. Aha. Állítólag a 4-es metró annyira automatikus lesz, hogy érzékeli, amikor ott vagy, és oda jön. Jó, de addig hol van? Hát, vár oda bent az odujába. Mint a csőgörény. Hát akkor az nagyon modern. Ha, nem is lehet eléugrani, mert akkor nem jön. Viszont lehet rendelni, mint a taxit. Jön egy fúrópajzsal, bárhova. Ja, az jó. Haló, Csanádi utcában kérek egy 4-es metrót. Tiszta Amerika. Állítólag nem bérlet lesz, hanem DNS azonosítás. Ja, bele kell köpni egy lyukon, mint a NASA. Komolyan? Mint a NASA-nál, és ha érvényes a géned, utána utazhatsz. És ha nem? Visszaköpnek. Jaj. Cseppfolyós, alakváltó robot ellenőrök lesznek, mint a Terminátor. Azt hiszed, hogy kapaszkodó közben ellenőr, ha? Titán karszallag, ami sose kopik el, ha? Ja, mondja majd, hogy szükségem van a jegyedre, bérletedre. Ha meg nincs, asztal a vista, baby. Te állítólag azért építik sokáig, mert Orbán Viktornak lesz saját vonala a CBA-ig. Hogy ne zavarja a forgalmat, ha le kell ugrani a tejért. Dehogy is. Állítólag építés közben megtalálták Attila koporsóját. És emiatt le kellett nyilazni mindenkit, aki látta. Meg azokat, akik lenyilazták, azokat, akik látták. És azokat, akik lenyilazták, azokat, akik látták, azokat is lenyilazták? Azokat nem. Na, még szerencse. Azokat lapáttal verték agyon. Állítólag, mert elfogyott a nyíl. Viszont állítólag annyira akadálymentes lesz, hogy a metró mellett lesz vízszintes lift is annak, aki nem tud metrózni valami miatt. A semmi. Átmegy a Dunán is, ahol állítólag búvárok ásták a vizet. Az nagyon nehéz munka, mert elejted az ásót, az felmegy a felszínre. Fából van a nyele, úszhatsz felért, aztán meg vissza. Na, de legalább, ha belement a Duna a szemükbe, ki tudták mosni? Ide figyelj, állítólag ez a világ leghosszabb ideig épült metrója. Az első kapavágás 5 évig tartott. És csak az 4 évet vett el, amíg megtalálták az alapkövet. Na, meg volt ott az a nagy gyökér, ugye az maga 2 év, az Erkel színháznál meg eltalálták a mély garást. Azt a fúrópajzs nem tudott kijönni, mert nem volt parkolójegye. Fel lett már avatva, vagy 2-szer, vagy még többször is. Utoljára az oktogonon a házasságkötőteremben volt ennyi ünnepség. Azért, mert annyira drága, hogy nem lehet megmondani, mikor van kész. Aha. Volt lent ilyen kapcsolatkoncert is, fellépett a Sting.
azóta nem találják. Mire lementek érte, átváltozott paprika árussá. A négyes metróban automata paprika árusok lesznek. Állítólag az ünnepségen a Csányi Sándor végigfutott a mozdony előtt a lyukban. Ejha! A gazdag vagy a színész? Hát ezt így nem tudom, de az biztos, hogy mire megérkezett, nem volt bajuszos. Végre valami nagyot alkottunk mi, magyarok. Külföldi pénzből megmondtuk a külföldieknek, hogy csináljanak egy lyukat. És mégse lett kész időre. Elvégre ez csak négyes, ami jó. Állítólag majd az ötös lesz a jeles. Kis Ádám következik, aki korábban a tini lányok bálványa volt, de most már az ő rajongói is betöltötték a 18. életévüket, ami Ádi előtt új perspektívákat nyithat meg. Fogadjuk szeretettel Kis Ádámot. Jó estét kívánok! Na hát röviden 2012-t kellene itt összefoglalni, nagyon röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy volt. Hát az, hogy volt 2012, jó volt vagy rossz volt, azt majd mindenki otthon eldönti magának. Én azt mondom, hogy csak pozitívan előre. Nálam egy picit a félreértések éve volt 2012, mert hogyha ilyen sok negatív gondolat veszi körül az embert, hajlamos önmaga is negatívvá válni. Mondok egy példát a saját életemből, megállok a McDonald's-be, mondja a csaj, görög hetek vannak. Ó, még kölcsön is kell adni, vagy mi? Mondja, nem, hanem a szendvics. Ja, aha. Akkor adjál egyet. Azt mondja, hogy kicsit oldalra kéne állni, várni kéne. Most indul Thessalonikiből, vagy mi a jó Isten? Ott várakoztam, és addig gondolkodtam, hogy milyen hetek lehetnének még a McDonald's-be. Stolbuci hetek. Nagyon egyszerű, elütnek a McDrive-ba. A szerelem éve is volt 2012. Az előadásomon megkérte egy fiú egy lány kezét, ez a hagyományos lánykérés volt még mindig. Kicsit megleptek, mert én fellépéshez készülődtem, és odajön a srác, azt mondja, te, én megkérném a barátnőm kezét. Figyelj csak, mehet. Engem nem zavar. Szeretitek egymást. Azt hittem, hogy ők ezt már ledumálták, csak várják, hogy Kis Ádám leokézza, vagy valami. Azt mondja, nem, hanem ő a műsor alatt kérné meg. Uram Isten, mikor, hol? Azt mondja, hát itt ülnek majd elő a polpozícióba. Kezdődjön már ezzel a műsor. Hát mondom, azért az durva lesz, hogy kijövök. Jó estét kívánok, nem akartok itt összeházasodni előre? Vagy ezt hogy gondolod? Mondja, hogy ja, igen, ez nagyon spontán, úgyhogy ideadnál nekem a gyűrűt. Ó! Oh. Foglalt a szívem, kedves vagy? Mondja, nem, hanem csak, hogy így legyen nálam egy darab, ilyen gyűrű hordozó legyek, Frodo, és akkor gyűrűvel a zsebembe menjek fel a színpadra, és csak egy 5-6 percet humorizáljak, minthogyha előadás lenne, és akkor a 6. percbe leadom a gyűrűt, és ő meggyűrűzi, megújazza, mi az, megkéri a kezét. Víromantis. Elvállaltam, úgyhogy gyűrűvel a zsebembe felmentem a színpadra, elkezdtem fellépni, és homokszemgerült emberek a gépezetbe, mert 42 percet sikerült megállás nélkül. Nagyon jó hangulatba, mondhatnám, hogy saját hatásom alá kerültem, és a 43. percben egy először ránéztem a srácra, így képzeljétek, és akkor hozakodtam ezzel a sztorival elő. Isten, igazából őt addigra elvesztettük. Tehát a fickó az így ült így. Leadtam. Ja, Istenem, szegény pára, leadtam, és akkor ő megkérte a barátnője kezét, gondolom igent mondott a csaj, csak én nem hallottam az ajtól semmit se. Aztán vége lett a műsornak, odajöttek mind a ketten, olyan aranyosak voltak, azt mondta a hölgy, élete legszebb estéje. Ez volt, mondom a srácnak, hogy mondjál már te is valamit, ombre, mert úgy be volt feszülve, 30 perce volt vége a műsornak, de egy ilyen, mint akinek egy 10 kiló heroin van a gyomrába Ferihegyen. Oldódjál már, mondjál már te is valamit.
Azt mondja, a csávó, hogy annyit mondana, hogy majd ő eljöhetne legközelebb is ide előre ülni, mert ő egy kuraszóra nem emlékszik ebből a... Hát, hogy ne jöhetnél, drága szívem? Az ideális néző vagy. De mondom, figyelj már, semmire nem emlékszel, hát elvettél egy csajt. Azt mondja, melyiket? Így kezdődnek a borzasztó házasságok, hölgyeim és uraim. Borzasztó házasságról jut eszembe, hogy a V.V. Krisztofel, aki hát egy szemében a kubai válság, ő is az év ajándéka, ugye, 2012. V.V. Krisztofel megverte a V.V. Veronikát ököllel, tehát egyszerű emberek kommunikáció az agresszió. Nem érted? Nem. Nem érted? De. Úgyhogy ez a metódus, és azt olvastam az újságba, mindent azért nem szabad elhinni emberek, hogy a V.V. Veronikát agyrázkódással szállították kórházba. Na ne túlozzunk, kérem! Tarkóhomlok, azt ő megütötte maximum, vagy a kacsa száját, de hát... Agyrázkódásról itt azért nincsen szó. Nem tudom, hogy hiányzik-e valakinek a Való Világ című kulturális műsor. Aha, nem. Igen. Aha, jó. Akinek hiányzik, annak esetleg műsor végén le tudok zuhanyozni, ez a maximum. Azért mondom, amit viszont szeretek és tévéműsor, az a Maradj Talpon. Nem tudom, nézzük-e, szeretjük-e. Én imádom, mert pörögnek a kérdések, 20 másodpercenként tak-tak-tak-tak így jönnek. Amikor én gyerek voltam, akkor legyen ön is millió, most szerdánként volt, egy hetet kellett várni, hogy A vagy B, majd szerdán kiderül. Nem, ez volt, most meg tututú, így jönnek a kérdések, meg másrészt is azért imádom, mert nyugdíjas nénik szabad eséssel távoznak. A gravitáció műsora, hogy legalább az idősebbeket felkészítenék, lenne ilyen felzárkóztatás program, hogy azt mondja a Gundi, hogy Erzsike, most tessék izgulni, mert egy G-vel tetszik mindjárt eltűnni. A helyet az van, Erzsike, köszönjük, hogy eljött, meséljen még az unokáiról. Jó. 3 unokám van, május... Volt nincs Erzsike? Hogy hány Erzsike harapta el a nyelvét út közben, azt nem írják ki a végén. Gyurcsány lenne az egyetlen lúzer, aki úgy esne le, hogy még ki se nyílt. Várjál már, Feri, herseket! Megcsináltam, várjál már, hát még csak a főcím megy, Feri, ne idegesítsél már. Orbán Viktor lenne az egyetlen miniszterelnök úr, aki azután se esne le, miután kinyílt. Mondaná Gulni, miniszterelnök úr már nyitva van? Akkor viszont látásra. Még visszajönne, hajrá Magyarország, menjél már! Úgyhogy csak pozitívan, én azt mondom, hogy szórakoztassuk magunkat, hogyha nem tudunk rádiókabarét vagy humoristát hallgatni, megéri, ha az ember pozitívan áll dolgokhoz. Én szoktam magam szórakoztatni. Ha úgy van, és általában úgy van, úgyhogy... Én azt mondom, hogyha fektetünk energiát a szélhámosságba, akkor nagyon szép részeredményeink, sőt, eredményeink lehetnek. A kedvenc kalpomat hagyd mondjam el. Egy pizza futár sikerült nagyon kellemesen átverni. Van egy hófehér mackó alsóm, itt kezdődik a történet. Nem szabad emberek hófehér mackó alsót venni, mert egyután mosni kell. Most már mindegy. Hazamentem, felvettem. Úgy, hogy fehér póló volt rajtam, fehér zoknival. Észre se vettem, hogy nézek ki. Jöttem, mentem, hazajön barátnőm 10 perc múlva egy benyit, azt mondja, uram Isten, hogy nézel ki? Mi vagy te, pék? Hát végül is liszté volt, kedves vagy drágám, de mit tudom én, műtős nővérfiú. Egész este ezt játszottam, Kis Ádám a nővérfiú. Ilyen fiktív marikákat tologattam minden irányba. Minden rendben lesz, Marika. Meg így mondja a csajom, miért nem pakoltál össze? Hát mondom, de normális vagy? A horvát főorvos van ügyeletben. Hát a horvátnál nem lehet pakolni, szóval én nagyon komolyan vettem, és pizzát rendeltem, azt pedig elfelejtettem, mert nővéreset játszottam. Egyszer csak csörög a kaputelefon, pont jöttem ki vizitről. Így vettem fel, tessék ambulancia. Azt jelent valaki, hogy mondom ott a főnővérnek, Jolika. Létezik, hogy már csirkék hordják a pizzát? Itt kocskodál lenne a csávó, esküszöm.
Mondom, hallom, Omre, 8. emelet. És letettem a kaputelefont, mondom a barátnőmnek, hol a fehér klumpár, megyek ki sokkolni. 37-es klumpában, 45-ös lábam van, és tetőtől talpig hófehérbe álltam a lifttel szembe. Nagyon orvososan néztem, és kinyílik a lift a csávónak, vagy hát a csirkének, meg így ráomlott az arca a pizzára, így bööö. Plusz egy feltét a pizzafutár arca. Mondom neki ilyen lazán, ó, ne jegy meg, cimbora, gyere, 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 na, ide hoztad a széklet mintát? Ja, ő nem, ő nem. Így ment a tükörnek a liftbe, ő nem. Ő nem, á, nem, á, ez pi, 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 pi. Itt hagyhatod, mondom, pont éjszakás vagyok. Kifizettem, én láttam a csávó arcán, hogy halljak meg, ő ezt nem érti. Tehát, hogy itt... Itt most valami kiskórház üzemel a 8. vagy mi? Én meg üvöltöztem az üres lakásba, Józsi bácsi, Katéria, ne tessék már babrálni. Hát 2 percig nem vagyok. Kifizettem, úgyhogy annyira kerek lett a sztori, hogy gondoltam, lezárom, lelövöm a poént, úgyhogy visszaszállt a liftbe a srác, belenéztem a szemébe, mondom neki, hogy holnap 3-ra kell majd visszőni kontrollra. Másnap nem voltam otthon. Köszönöm. És zárom most már gondolataimat, de azt mondom, hogy csak pozitívan akkor legyen ez a szám címe. Példát kell venni azokról az emberekről, akik még a rosszban is a jót látják. Mondok egy példát, feltettem egy képet a Facebookos oldalamra rajongóknak a kiskutyámról. Odaírták, de szép, de aranyos, de szép, de aranyos. Írja egy csaj, milyen kutya. Visszaírom, fehér puli. Ebbe azért úgy minden benne van. A csaj visszaír, ó, nekem pont ugyanilyen van, csak fekete és labrador. Jó, hogy nem macska, meg nem a tiéd. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet kívánok, viszontlátásra. Kovács András Péter ősszel bemutatott már a rádió kabaréban 2 bankkártya csalót, Totyát és Szepit, akiket nem az eszikért szerettünk. A 2 balfék ezúttal külföldön próbál szerencsét pincérként. Kovács András Péter Totya és Szepi Londonban című jelenetét előadják Vida Péter, Aradi Tibor, Varga Ferenc József és Hadházi László. Te, Szepi? Mi van? Biztos, hogy jó ötlet ott kijönni Londonba pincérkedni? Mert? Nem beszélünk angolul. Én igen? Ja. Reptiren a no smoking táblánál kidobtad a smokingodat. Kusoljama, itt jön az étterem vezetője. Morning, gentlemen, please follow me. Mit mondod? Grease follow. Ez ilyen grease follow ez a hely. Meg, hogy gentlemen. Menjünk utána, megmutatja a férfi WC-t. I am Tom Hemsworth. Azt mondja, Tomnak hívják. A többit nem értettem, mert beleböfögött. Just call me Tom. Úgy hívják, just call me Tom. Nagyon örülök, just call me you. Na. Hello, I am Seppi. Angolul Seppi. My pleasure. Oh, mi baja van? My pleasure. Az olyan, mint a gyomorfekély. Ja. Oh. Én Totya, az hogy mondják angolul? Justin Bieber. Justin, oh, great. Greatnek fog szólítani. So, is it your first time in London? Ezt most nem értem. Mondjál neki valami dalszöveget. Ja, jó, na, figyelj, főnök, life is life. Okay, great. Hallod, Gréti? Mondjál már valamit angolul, ha most? Kérje. Levelet kaptam live. Really? Jó, akkor legyek Willy, hát nekem már mindegy. Gréti vagy Willy, mind jó van. Azt ott mondjad, amit a Terminátor, tudod? Ja, ahoj, poplacek.
Elektromodul 2. Angolul, te nyomorul, te! I'll be back. Where are you going? Are you smoking? Ja, nekem a bőröndömbe ez a hülye kidobta. Szepály, ő no smoking, ő egy szál alsó gatya. Okay. So here are your blue aprons. You can start right now. Azt mondja, right up. There's a guest arriving. Please serve him. Mit lökdös? Szolgáljuk ki azt a vendéget, amelyik ott magába motyogott te. Na, rohadjon meg. Hogy gyűrné bele. Ez mi a tököm lehet? Ó, de éhes vagyok. Hogy mondják azt angol, hogy pacal vajon? Pakal, peszel. Igen? Hello, sir. Hello. Sir. Én hungry. Hungry. Én. Kiszúrta, hogy magyarok vagyunk. Yes, hungry. Puskás Rubik Matolcsi. Yes. Very yes. Én enni pacal. Yes? Yes? Nyet. Nyet. Nyikto nyát szúztvú jut. Yes, jut. Szav jut, jöjjet. Maga orosz? Mert nagyon jól értjük. No. Dehogy vagyok orosz. Akkor tudok angolul. Figyeljenek már ide, hát én is magyar vagyok. Ahhoz képest nagyon jól beszél angolul. És mit csinál itt Londonban főnök? Buszsofőrködök. Azt, hogy hol parkol? Emeletes buszon dolgozom. Hú, hanyadikon? Figyeljenek már ide, rohadt éhes vagyok, mit lehet itt tenni? Nem tudom, minket még nem kínáltak meg. Is everything okay? Yes, okay. Figyelj, öreg, a Beaf Stevban, abban mi van? Sorry, sir? Sir van. Akkor nem kérek. Furcsák ezek az angolok. Ja. A múltkor a reptéren egy csávó kidobta a smokingját. Ha mik vannak, mi? Ha, komolyan mondom. Vezettem rendesen a buszt, ahol kell, jobb oldalon ezek meg jönnek szembe. Oh. Meg van lepve. Nem látnak, mind az anyósülésről vezet. Olyanok, mint a méhek, királynőjük van. Ja, meg ki is van írva, heréjük is, annyi helyen. És egy kukkot se tudnak magyarul, csak annyit, hogy computer. Meg hogy swinger klub, az is. Figyeljenek ide, én 2 éve vagyok itt, de már nem bírom. Ha rám hallgatnak, még ma hazahúznak innen. Gentlemen, there is a lot to do. Please don't bother that much about one table, okay? Jó, semmi baj. Na, figyeljen ide, just call me úr. Na. Yes? Haza kell menni, E.T. go home. Na, itt a kötényed. What's the problem? Big problem. Nem zártam el a gázzuglóban. Ja, big boom. Ja. Aztán, ahoj poplacsek. But wait a second. Főnök, elvinne egy darabig? Ó, persze. Hát otthonban melegszünk a metrótűzni, szagoljuk egymást a buszon. Mert ugye mindenütt jó, de legjobb. A Frodi, na viszlát. Házi trubadúrunk, Bruti, aki külső testi jegyei alapján egyszerre töltheti be a szerenádozó és az erkély szerepét is, valamint Pataki Balázs ezúttal az emigrációról írtak dalt, amiben felsorolják azokat az okokat, amiért a nagyérdeműnek érdemes emigrálnia. Reméljük, ez a dal nem fog ezen okok közé tartozni. A dalt előadják Bruti és Kovács András Péter. Jó estét kívánok! Orbán Viktor bejelentette ugye 2 éve, hogy 1 millió munkahelyet fog teremteni. Hát meg is van, csak ki kell menni érte külföldre, úgyhogy
az emigráció dalunkat fogjuk előadni most. Egy, két, há, és... Ki kéne menni Londonba, csak az időjárás olyott romba. Jobbra a bal, meg balra a jobb, és a Beatles is már félig halott. És ki kéne menni Párizsba, csigákat enni Ánisba. A Notre Dame-ban harangoznék, bár Quasimodo az nem játék. És ki kéne menni Moszkvába, taxiznék egy Volgába. Driftelnék a vörös téren, mínusz 30 fokban télen. Emigráció, máshol volna jó. Emigráció, nem csak illúzió. Becsukunk ajtót, ablakot, már csak a porcica lakhatott. A határra cetlit kiragasztok, hogy az utolsó kapcsolja le paksod. Kapcsolja le paksod. És ki kéne menni Berlinbe, precízen élni, miért is ne? Euróért vennék márkát, hát ha még visszahozzák. És ki kéne menni Dublinba, Guinness-t hányni egy Weilingba. Király Meló a Google-nél, a sok pénztől meghűlnél. És ki kéne menni Dubájba, egy rózsaszín zsinór tangába. Szeretném ott a sejkeket, mennyire örülnék nek a sejtheted. És ki kéne menni Kínába, egy pandát simogatni halálra. Vagy ha nincs hát koalát, Ausztráliában oda át. Emigráció, máshol volna jó. Emigráció, nem csak illúzió. Becsukunk ajtót, ablakot, már csak a porcica lakhatott. Ha minden magyar elillan, az utolsó kapcsolja le a villany. Emigráció, máshol volna jó. Emigráció, nem csak illúzió. És becsukunk ajtót, ablakot, már csak a porcica lakhatott. De ha mindenki elment, aki itt volt, ki fogja lekapcsolni Viktor? Felméri Péter immár magyar állampolgár és Budapesten él, így nem regisztrálhat a választásokon levélben, viszont ezen döntése miatt nemzetközi karrierje is nemzetivé vált. A színpadon, a határon túl, és innen egyaránt csendben ünnepelt Felméri Péter. Köszönöm szépen. Hát ugye a 2012 évről szeretnék beszélni, meg hogy mi volt fontos számomra. Nagy örvendek, hogy nem ért véget a világ. A én következő tippem a 2099, mert a Windows naptár az csak addig van, úgyhogy lehet, hogy ők tudják a titkot. A második legfontosabb dolog 2012-ben számomra az a n-edik darab marsjára, amit felküldtek. Az előzőek is mind vízért mentek, és most hát ez is vízért. Tehát nekünk ebből sohasem elég így embereknek. A víz, és nekem az az érzésem, hogy csak akkor lesz víz fent, hogyha visznek egyet így. Mert tényleg annyi marsjáró van már fent, hogy a benzinkút kell nekik, nem? Nem víz. Mert nekem az egész marsjáró szágából annyi jött le, hogy ha valaki rohadt szomjas, ne a marsra menjen, mert nem lesz semmi. Szóval, hogy 2012-ben mi volt még fontos számomra? Az, hogy tényleg magyar állampolgár lettem, és van tévém most már.
és követem, mert nagyszerű dolgok vannak benne. Egyik nagy szórakozásom az az Ezó TV. Az nagyszerű dolog tényleg. Ha közelebb állsz a tévé, már érzed az energiát, amit ezek így küldenek rá. Ott van például Zeus, aki nem tudom, hogy a családja így nevezette, Kovács Zeus, vagy utólag jött, de ő tényleg nagyon szórja magából, és neki volt az élő adásban, hogy várom, hogy felhívjon valaki. Ön az, hívjon fel. Önre várok. Hívjon. Telefonálnak, egy női hang. Valéria vagyok, 57 éves, mire Zeus? Valéria, nem önre vártam. De azért ráküldött egy ilyen 10 milliószoros pénzenergiát, amit azóta sem tudok, hogy forintba mennyi. Tehát, hogy Valéria mennyivel lett gazdagabb. Mindegy, meg reklámokat nézek, hát ezt csak zárójelben mondom, van ez a West End reklám, nem tudom, ezt követtétek, az a lényege, hogy 20 millióan vásárolnak ott évente, ami Magyarországon az összes körülte levő ország nem. Tehát, hogy Amerikából is még kettő el kellett jönni, hogy meglegyünk. 20 millióan, és a lényeg a reklámnak az, hogy 20 millió ember nem tévedhet. És szerintem de. Mert volt még az az idő, amikor azt hittük, hogy lapos a föld, és arról is kiderült, hogy éj, nem. Még Ausztráliában is azt mondták, pedig azok fejjel lefele voltak. Tehát azok ilyen meggyőződésesek. A másik meg az MVM reklám, amit nem értek, mert ott az áramot reklámozzák. De hogy ki az a kretin, aki ül otthon, és így nem jut eszébe, hogy kéne használja. Nézi a tévét, és akkor, hogy hoppá, hát felkapcsolom a villanyt, figyelj, és akkor már megy. Meg volt ez a nagy felújítás, nem tudom, egy amerikai műsor, arról volt szó, hogy szegényebb családoknak egy ilyen de hatalmas nagy palotájuk volt, nagy-nagy lakás, azt ledózerolták, és még szebbet, még nagyobbat építettek helyette, de amit ledózeroltak, már olyan jó volt, hogy nekem kéne, tehát, hogy nekem az elég lenne, nekik nem volt jó. És nemrég láttam ennek a magyarországi verzióját, ami az volt, hogy egy szobát újítottak fel. Hé, új szörnyeg! És szintén Amerikában van ez az autófelújítás, és a Pimp My Ride, meg különböző verziói vannak, tényleg teljesen felújítják az autódat, és szerintem ennek a magyarországi verziója az olajcsere. A legjobb olajból. Köszönöm szépen! Ja, egy kutatás, mert amerikaiak ebben mindig, nem tudom, van pénzük erre, most kiderítették, hogy a csoki javítja a csiga memóriáját. És én erre azt mondom, hogy álljunk meg itt egy pillanatra. Mire kell emlékezzen a csiga? Hogy hol lakik? Megeszi a csokit, ugye 70%-a nagyobb eséllyel találhoz, hogy itt fel, és megtalálja. És záró gondolatnak, nem tudom, hogy találó ez a gondolat már régóta foglalkoztat engem, de csak most idén kristályosodott ki bennem. Nem tudom, van-e valaki, hogy fogkrémgyárban dolgozik, de az esetleg segíthetne nekem, valahol írja már meg, hogy mi ez a nagy rejtély, ez a csoda, én így nevezem, hogy veszek egy fogkrémet, egy tubussal, egy hét alatt laposra nyomom, és utána még 4 hétig jön belőle. Fogalmam sincs. Köszönöm szépen a figyelmet. Dombóvári István következik, aki vidéki, ezzel is cáfolja azonban a sztereotípiákat, hiszen vidéki, de nem gazda, ráadásul társat sem keres. Úgyhogy Dombóvári István következik. Jó estét kívánok! Hát egy nehéz évet zártunk szerintem, egy kis leltárt szeretnék így készíteni. Valóban vidéki vagyok, szerintem ez látszik is. Tényleg ez van, zajlik az élet, eltelt ismét egy év, nagyon nagy bajok vannak, rengeteg rémhír terjeng. Szomszédunk egy idős bácsi jött oda hozzám nagyon nagy rémülettel, mondta azt, hogy nagyon nagy baj van, vége lesz a világnak, megmondták a Majkáék. Rengeteg újítás volt az idén, kijött a szép kártya, amiről senki nem tudta, hogy micsoda.
komolyabb helyeken ki van írva így, beautiful card. Más kérdés, egy külföldi vajon milyen jogcímen kap ilyen magyar juttatást? Hallottam idős bácsikat, hogy próbálták megfejteni, mit jelent a szép kártya. Nagyon jó válaszok érkeztek. Az egyik azt mondta, szép kártya, hát izé, Széchenyi Pista. Egy egyszerű verzió. Szó volt itt arról, hogy nem minden vidéki gazda, és nem minden gazda vidéki, valamint nem keres mindenki társat. Engem nagyon meglepett ez az új műsor, ez a Házasodna a gazda. Már maga az, hogy olyan, mint egy nagy Photoshop történet lenne, hogy kerül egy plázacica tanyára? Én elképzeltem. Egy rettenetes, kőkemény, fárasztó Joy és Glamour hétvége után... Hősnőnk összevásárol minden szart, hogy támogassa a magyar gazdaságot, és gyengítse az eltartóját. Majd amikor már az újság annyira szét van szaggatva, hogy semmit nem tud vásárolni, kiesett rosszul kiválasztott kontaktlencséjével észrevette a felhívást a tévéműsorra, rosszul elolvasva, házasodna a gazdag? Képzelj el egy ilyen reggelt egy plázacicával. Érkezik a sztereotíp módon természetesen tájszólással rendelkező gazda, felébreszti leendő szíve hölgyét. Ha, ébresztő, ébresztő, 5:30, ennik a birkáknak, réhen döglenek. És most tényleg ezért ébresztettél fel? Figyelj, itt az androidosom, pörgesd át, tuti van valami birkaetető alkalmazás, és majd megyek. Képzeld el, amikor egy ilyen szétbotoxozott szájú nő először lát falun kacsát. Te figyelj, ez micsoda? Látod szegény kacsa arcát, aki ugyanezt szeretné kérdezni. Szóval tartanak lefelé a dolgok, de az ember azért próbál haladni. Idén sem sikerült egyetlen kilót sem vesztenem, nem sikerült elérnem az ideális testsúlyomat. Nekem aztán mondhatják a kretén szociológusok, hogy fogy a magyar. Engem ezzel nem fognak beetetni. Nézem a Facebookot, telefonon, megyek a liftbe, jött egy üzenet, ez volt a legkedvesebb aznap. Kérlek, ne mondd el többet a tévébe se, meg a rádióba se, hogy kövér vagy meg ronda, mert mindannyian látjuk. Ez megadja a töltetét a napnak, hidd el. Kiszállok a liftből, ott áll a házmesternéni, forgatja a fogsorát. Becsmérlően rám néz, ennyit mondott, azt mondja, fiatalember, nem olvasta a táblát? Nem teher lift. Nem esik jól az embernek. Aztán a karácsony gyönyörű ünnep, csak nekem mindig olyan béna ajándékot adnak, hogy őszintén frázismentesen tudom mondani, hogy nem kellett volna. Pár évvel ezelőtt a rokonoktól családfa kutatást kaptunk ajándékba. Ez olyan, mintha azt akarnák, hogy kutassuk fel őket. Furcsa érzés, amikor keresed a gyökereidet, találkozol velük és rájössz, hogy tényleg gyökerek. Próbálkozik az ember haladni egy kicsit a korral, ahogy telnek, múlnak az évek. Én 34 éves vagyok, és még nem is olyan rég léptem le otthonról, képzeljük el. 29 éves voltam, amikor megléptem otthonról. Ez elég nagy probléma. Evolúció van az embereknél is, nem olyan intenzív, mint az állatvilágban. Tehát anyádék nem löpnek ki a fészekből, nem esznek meg. De egy-két apró jellel azért mutatták, hogy nem jó már, hogy otthon lakok. Elküldtek a boltba kenyérért, mire visszajöttem, lecserélték az árat. Aztán elküldtek cigiért, mert tudták, hogy messzebb van, mire visszajöttem, kipakolták a szobámat, leszerelték a konvektort, de a gáz még ment. De azóta leléptem, közösen bérlünk egy lakást most Hajdú Balázs nevű kollégámmal, őt is ismerhetjük rádióból, tévéből. Megvan? Összeköltöztünk így kollégailag, mert hát annak idején, tudod, ez Fluornak meg SP-nek is bejött. Annyi különbséggel, mint tényleg csak a rezsi miatt. Hajdú Balázs egy nagyon érdekes figura, nagyon durván lassú. Tehát az őssejtjét nem lehet kivenni, mert nem ér el odáig semmi. Balázs olyan lassú, hogy nem tudtam neki elmagyarázni a pillanatragasztónak a létjogosultságát.
próbálunk haladni, ő is facebookozik, én is, és egy kicsit zavar, hogy az idei év az, hát nem mondom teljesen, de nem nyilván tisztelt a kivételnek, picit, mint hogyha az elektronikus barátságok felé terelődött volna így a hangsúly. Nekem nagyon furcsa, én nem tudom tartani a lépést a technikával. 7 éves keresztlányomnak vásároltunk születésnapjára egy szép palatáblát színes krétákkal, mert én szerettem, azt hittem, hogy ő is örül neki. Jön sírva, könnyes szemekkel, azt mondja, nem működik ez a rohadt tablet! Rossz érzés ezt elmagyarázni. Múltkor ül a buszon előttem 2 10 éves forma gyerek, mindkettőnél okosabb telefon volt, mint ők. Kommunikáció abból zajlott, hogy egymással beszélgettek az üzenőfalon. Nem néztek egymásra, mind a kettő csak bögdöste a telefont a kezébe. Ennyit hallottam csak, hogy poke, like, invite, big like, boss like, fast like. És erre egyik teljesen komolyan odafordul a másikhoz, és viccmentesen megkérdezi. Figyelj majd, de Ricardo! De most komolyan kérdezlek. Az emberek egyáltalán honnan ismerték egymást a Facebook előtt? Durva, nem? Mire a másik tök komolyan azt mondja, honnan hülye gyerek, hát az Ivivről. És végezetül, hogy tényleg megőrizzük a férfi emberek, a férjek becsületét, amit egyre inkább próbálnak alásni az ilyen házasodna a gazda jellegű műsorokban. Egy kedves kis történet zárásképpen. A Mennyországban, ami hamarosan ugye eljön, Sobert Nobi már ott volt 40 percig. Annyi idő elég volt, nyitott egy update boltot. Ott már a manna is teljes kiőrlésű. Szóval a Mennyországban 2 sor van férjek számára. Egyik sorra az van kiírva, papucs férjek. A másik sorra nem papucs férjek. És hogy őszinte legyek, mindenki a papucs férj sorba áll. És mindössze egyetlen egy ember áll a nem papucs férjek sorába. Ez Szentpéternek is furcsa, odalép az egyetlen emberhez. Ember, mit csinál maga itt ebben a nem papucs férjek sorban, amikor mindenki amott áll? Mire a férfi? Nem tudom, asszony ide küldött. Tisztelt tanulók, tisztelt szülők, tisztelt egyetemisták! Amikor ez a felvétel készül, éppen egy pedagógus sztrájk közepén vagyunk. Ismert a mondás, akit az istenek utálnak, abból pedagógus csinálna. Akit meg az emberek is utálnak, az a havas tanár úr. Én tudom, hogy nem könnyű pedagógusnak lenni. A 8 éves unokaöcsém múltkor intőt kapott. Kérdeztük, miért? Verekedtem. De miért verekedtem? Nem én kezdtem, hanem a tanár. És akkor apuka fölszívja magát, és elmegy szülőire, a gyerek meg otthon rettek, hogy úristen, apa és a tanár, a két potentát majd döntenek az ő sorsa felől, pedig azért valljuk be, hogy azért úgy belénk égették a reflexeket azok a tanulással töltött évek, hogy még akár szülőként is belépsz egy ilyen klasszik általános iskolai tanterembe. 150 centiig olajfestékkel lekenve zöldre a fal, és így összeugrik a gyomron, beül Szabó apuka mellé, előkészítetek a kockáspapírt amőbázáshoz, és bejön a tanár, te meg nyelszedben, hogy úristen, napló van nálad. Faterom egyszer olyan rosszul viselkedett a szülei, hogy másnak engem hívtak be a... az igazgatóhoz, de most sztrájkolnak a pedagógusok, senki nem törli le a táblát, kiavítatlan dolgozatokat söpör a szél, tornaórán komplett osztályokat hagynak fenn a bordásfalon. A kormány levelet írt a pedagógusoknak, de kijavítva visszaküldték. Ezzel a megjegyzéssel Viktor küld be anyádat. De idén nem csak a pedagógusok szívták fel magukat, a rendőrök ugye nyáron az utcára mentek a korengedményes nyugdíj eltörlése ellen tüntetni, 40 éves aggastyánok lepték el a belvárost. Ebben az a vicc, hogy amikor engem igazoltatáskor, hát amikor engem igazoltatnak a rendőrök, és meglátják a jogosítványomban, hogy Dr. Kovács András, megkérdezik, hogy jogász, mondom igen. És mindig ez a reakció, hogy szóval kolléga. De most, hogy nyáron láttam őket bohóc ruhában, már én is lekollégázom őket. És szintén az ellenszenvezők táborát erősítik az egyetemisták, akiknek bevezetik a tandíjat. A közgazdasági egyetemre jövőre már csak annyi lesz a felvételi, hogy számolt ki, hogy hány évre fogsz eladósodni.
A kormánynak egyelőre nehéz tárgyalni ezzel a hallgatói önkormányzattal, de semmi gáz, olyan brutálisan magas lesz a tandíj, hogy jövőre a Demján Sándor lesz a hőok elnő. A 8 éves unokaöcsémnek pedig már most megmondtam, hogy kezdje el einsteindolni a többiek uzsonna pénzét, különben sose lesz belőle rendes értelmiségi. Elfogadták viszont a jövő évi költségvetést, egy évre előre tudnak tervezni, mi pedig 20 évig fogjuk fizetni. Nem tudom, ki látta a híradóban, hogy Matolcsi vitte be az újságírókat így a sasfészekbe a saját bőrborítású ajtaja mögé. Ott álltak páran többek között Rogán Antal is, és Matolcsi széttárta a karját, és csak annyit mondott, hogy ez itt a gazdaság fellegvára. És Rogán Antal arcáról le lehetett olvasni, hogy nem felleg, lég. De hát képzeljük el a 2012-es események fényében, hogyan zajlódik most karácsonykor egy betlehemezés. Megjönnek a három királyok, adjon Isten Jézusunk, Jézusunk, három király mi vagyunk. Lángos csillag átfelettünk, gyalog jöttünk, mert 400 forint a benzin. És így a három napkeleti bölcs után megjön az Orbán-Matolcsi duó, a középkeleti bölcsek. Orbán kezdi, hallod-e te újszülött, a gazdaság, hogy dübörög. Arany mirha van, de mennyi, csak külföldre kell érte menni. Jön Matolcsi, mutasd meg a feneked, van-e pöttyöt te neked? Matolcsi György, a nevem, az arany felét elveszem. És elmennek, és a pólyába begyömöszölve ott van egy marék államkötvény. Az istállóban a jószágok békésen kérődzik az Erzsébet utalványt. Az éj csendes. És a három királyok, akik jelet keresnek az égen, azt látják, hogy csillag születik. Varga Ferenc József szinte már mindenhol felejtett ott mikrofont. A parlament idáig kimaradt, ám most ez is sikerült neki, hogy oda hogy engedték be az rejtély, lehet, hogy úgy, hogy megmutatta a bejáratnál a piros pöttyöt a fenekén. A parlamentben felejtett mikrofon című jelenetben ismert és kevésbé ismert politikusok szólalnak meg, a szerző Varga Ferenc József és Aradi Tibor tolmácsolásában. Titét kifigyelőt álltok, titét állt. A magyar demokrácia történetében még nem volt példa olyan mértékű gazdaság politikai intézkedésomagra, ami egyaránt javítana a kitértékekben élők helyzetét és a nagy tértékekben élőket. Ez a magyar piacgazdaság történetében példátlan értékelépés volt. Figyú, most nem tudok beszélni, ez a szolgálati telóm. Másikat beejtettem a klozetbe, és most le van merülve. Igen. Tedd már le! Hallgatni szeretném az elnökünket. Most tényleg Stréber nyali gép vagy? Nem, csak én írtam neki a beszédet. És mit hallgatsz rajta? Hogy hol kúrja el. Titek, képviselőt álltok. Tehát barátom. Füle! Pityu! Add már ide azt a tetriszt! Gyerünk, add ide! De ez az enyém, nem adom oda. Nem baj, most úgy is fel akarsz szólalni. Nem adom, na most elrontottad. Csináljuk meg, gyerünk, csináljuk meg. Titek, kipillétőt álltok, titek parom. Ugyazni kell. Akkor menj ki. De mindjárt szavazni kell. Majd én nyomok helyetted. Majd direkt rosszat nyomsz, hogy fizethessek. Megvárom csak, nehogy behugyozzak. Csöp. Ne szívassál már! Tibi! Még egyszer mondom, Tibi! Navracs, szóljam a Navrának, Tibi! Alszik. Ébreszt föl! Még egyszer mondom, ébreszt föl! Viktor! Mi van? Megkaptad, amit átküldtem? Mit, a poénos képet? Persze, semmilyen most másolja. Laja, figyelj, ma nem jössz ki a büfébe? Meghívsz. Ha, ma te jössz. Te minden nap kapsz 47 000-et. Na, mi? Húzunk ma ki. Na jó.
Jó. Editke, no, egy kávét kérek. Te, figyelj ma, mit is mondtál oda bent rám az ülésterembe? Hogy áldiplomás bolsi huszár. Editke, hallotta ezt? Hey, Editke, áldiplomás bolsi huszár. Na, majd még egy szendvicset, azt majd kérek akkor, igen. És én mit mondjak rá, tudod mit? Mi lenne, ha leköpnélek? Félek, hogy kevés. Jó. Akkor majd hozzámondom, hogy hajnaú pribékje. Na, nagyon jó. Editke, hallotta? Editke, nem, már nem. Nincs benne, én a Timi vagyok. Elnézést! A koronát akarjuk megnézni. Főnök, jó interpelláció, nem érdekli? Digitális. Tamás, Gáspár, Miklós, gyertek! Az nem kaja, az nem girosz, az girosz szász, András, az, no, gyertek! Figyelj, mi most melyik lapnak is dolgozunk? Szabadország, vagy micsoda? Te és az jobboldali, vagy balos? Nem, mindegy, menjünk ki a folyosóra, azt csináljunk videóriportot a politikusokkal. Ha persze, a videóért mindig többet fizet a főszerkesztő. Na jó, államtitkár úr, elnézést! Viszontlátásra! Jó, akkor képviselő úr, mi a véleménye a... Elvették a tetriszemát! Képviselőasszony? Szerintem igen. Tehát ön szerint a tegnap elfogadott törvény... Igen, ez egy nagyon méltányos és társadalombarát intézkedés. És ön szerint nem igazságtalan? Bocsánat, nagyon sietek viszontlátásra. Jó. Elnézést, mi a véleménye a... Kérem szépen, ez egy aljas törvény, amit nem lehet volna szabad elfogadni. Tehát ön is benn volt az ülésteremben, amikor igen, elfogadták. Igen, de én csak a takarító vagyok. És a sok szemétért mentem be. Most is takarítok, mert épp kezdődik a fenyő ünnepély a kupolateremben. Na gyerekek, szépen beállunk. Karcsika, akkor énekelt szépen a karácsonyi dalt. Kis karácsony, nagy karácsony, a kalácsom kis karácsony, ha karácsony melegébe, kis karácsony, nagy karácsony. Most pedig Csibatónika nagycsoportos karácsonyi verse következik, ő az. Abonyi Károly, parlamenti karácsony. Donászi Magda verse. Apukám is eljött velem ma a parlamentbe, de meglátott egy italboltot, azt inkább oda ment be. Kupolában díszes fenyő, jaj, de szépen állít, hívjuk haza adást, amit ő mást is felállít. Képviselő bácsi a színpadra felmászik, ő játsza a Mikulást, ki az orrában bányászik. 20 méteres karácsonyfa, sok dísz rajta részből, szolgálati iPhone 4-es, itt van első kézből, nem érdekel? Most pedig Orbán Viktor miniszterelnök szól titekhez. Kedves barátaim, kedves gyerekek, kedves kispolgárok. Télapó itt van. Hó a subája. Mit jelent ez? Azt, hogy itt a télapó, akinek hó a subája. Nem minden télapó subája hó, csak a havas subájú télapó subája hó. Kedves gyerekek, kedves kispolgárok. Itthon, otthon vagyunk. Az otthon itthon van. Igaz, most nem vagyunk otthon, mert idejöttünk, de itt is otthon vagyunk, és majd ha hazamegyünk, szintén elmondhatjuk, hogy itthon vagyunk, mert otthon leszünk. Az az ember, akinek nincs otthona, az nincs itthon, mert nincs otthon. Vannak olyanok, akiknek otthonuk ugyan van, de nem érzik magukat itthon, ezért elmennek otthonról. Van, akinél elmennek otthonról, de ő is itthon van, az otthonában. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Végül egy kedves képviselőbácsi
Hiller István bácsi énekel nektek egy szép dalt. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day... Na, add vissza a Tetrisemet, elvettem! Az egyik legnépszerűbb hazai humorista, Karinti Gyűrűs, felesége debreceni, dolgozott kereskedelmi rádiónál, számos jelenet szerzője. Vajon kiről van szó? Nem kell találgatni, ez én vagyok, de... De Hadházi Lászlóra is illik a leírás, ezért most inkább ő következik, hiszen én már voltam. A színpadon Hadházi László. Ki kell gombolni, mert hát így összemegy a szekrénybe. Vagy nem. Mondta a feleségemnek, mentem most ilyen Mangalica fesztiválra, és kérdezte, hogy fellépsz, vagy kiállítanak-e. Csak azért jöttem be úgy, hogy be van gombolva, hogy lássák, hogy betudom. Csak félő, hogy elájulok. 2012 az olimpia éve volt, nagyon büszkék lehetünk sportolóinkra, de mi magunkra vagyunk büszkék, pedig nem mi voltunk ott az olimpián, és nem mi nyertünk aranyérmeket, mi csak otthon zabáltunk a tévé előtt, ittuk a sört, és kiszámoltuk, hogy ha egyfőre leosztjuk az érmek számát, akkor gyakorlatilag mi nyertük meg a olimpiát, nem? Nem. Ők nyerték meg. Én nagyon szeretem nézni a sportot a televízióban, az előbb említett formában, hogy ülök a tévé előtt, és fogyasztok. Én régóta nézem az olimpiát, koromból fakadóan. A 72-est láttam először. Az én koromban már látod a változásokat. Példának okáért 72-ben az olimpián, ha végignéztük, azt gondolhattuk, hogy úszni csak a fehér emberek tudnak. Annak ellenére, hogy mondjuk csak fekete-fehér tévé volt. Mára már úszás döntőben japán-kínai versenyzők, azt se tudtuk az időt, tehát, hogy ők látnak egyáltalán víz alatt, hogy nem jártak ide. Tehát nem biztos, hogy ez politikailag korrektül volt megfogalmazva, de hogy mi nem láttunk más kontinensről származó embereket, most meg már azt kellett látni, hogy lábatlan ember futott síkfutás döntőjében, magyar kevés, de lábatlan már futott. A magyar nem olyan futkározós gyáva nép, hanem az a kiállós, gondolhatnánk ugyanezen ezen elv alapján, és mára én már az olimpián leginkább a műugrókat nézem. Ennek ezer oka van. Az egyik az, hogy nekem eléggé létidegen maga a sport, hisz Debrecenben honnan ugortam volna én le, hova? És én ezt a sportot kedvelem, ugye kijön a versenyző, végig gázol a deszkán, se jobbra, se balra nem néz, megérkezik a végére, kezében az a, hát én úgy hívom, hogy szopirongyi. Tudja valaki, hogy mi az? Még minek van nála? Azt mondta múltkor egy hölgy, hogy kitörölje a vizet a szeméből. Ugrás előtt. És akkor a vízilabdázónál mi van? Búvár szivattyú, mert ott még vér is folyik. Megáll a deszka végén a szopirongyival, eldobja, ő jön rá, hogy tényleg minek hoztam, ledobja, mind eldobja, ruganyózik egyet, 4-4,5 szaltó után csapódik be a vízbe, és azt mondja a műsorvezető, gyönyörűen elcsobbant a versenyző. Na, hát te mire gondoltál, hogy vissza fog pattanni, vagy mi? Hát vízbe ugrik, nem? Fú, becsapódik a vízbe, és azonnal víz alatti kamerán látjuk, hogy gyönyörűen úgy siklik a víz alatt, és engem nem ez érdekel, hanem hogy a gatyája hogy marad fent. Én az elmúlt 10 évben nem ugrottam úgy fejest, kezit csókolom, hogy legalább térdig. Pedig meg van kötve, elhiheted? Mondjuk itt a dombon, de hát...
Hova kössem a fához? Úgy megkötöm, úgy nézek ki, mint egy szaloncukor. Azt úgy kell... A strandon bemész az öltözőszekrénybe, felöltözöl... Hozott jól a bacafot! Kinézel, hogy sok jó nő van-e kinn a gyepen. Mert ha sok, akkor sajnos egy levegővel kell kimenni a medencéig, és bemelegítés nélkül ugrasz be a vízbe. Hát a gatya térdik, de mondom, gyakran bokáig le. Na most ilyenkor az van, hogy megpróbálod visszaküzdeni az alsó neműt, a fürdőöltönyt a víz alatt, mert az a szégyen nem fordulhat elő, hogy lássák az arcodat, miközben nincs rajtad gatya. Hogy a segged végig kín van, az egy dolog. És ugye, ha bokáig megy le, akkor van baj, mert bokáig, már itt a gravitáció segítségével a parton is nehezen hajol le az ember. Hát még a víz alatt, olyan, mintha Tarzan filmet forgatnának. Johnny Weissmuller 4 krokodilt öl meg egy kése. Harc. Na most az a baj, hogy középső csoportban Pötyike néni megtanította a bokréta, más néven masni kötését, aminek két életveszélyes hurok is a része, amiből az egyik biztos, hogy a lábujjadba beleakad. És amikor elérve a gatyát megrántod, az úgy ráhurkolódik a lábad ujjára, hogy már csak foggal lehet kibontani. Tök jó a más baján rögni, nem? És amikor feljövök, hogy... Három úszómester csákjával, mentővel már ott állnak, mondom, azokra vigyázzatok, akik nem tudnak úszni, mi van? És abban a pillanatban megcsap a strandi lángos illata, sportprogram lefújva, irány a part. Na most itt megint egy komoly problémával kell szembenézni, ahol beugrottam, ott legalább 40 centi a szintkülönbség, ember ott ki nem tud mászni. A lépcsőn kimehetnék, de az összes öregasszony ott csattogtatja a fogát, kapaszkodnak a csőbe. Nem merek közéjük menni, hát mint a piranyák úgy. Ez a sportoló beugrik, víz alá, gatya marad, és ki esik a partra pajtás. Így. Ha. Azonnal rugnám vissza mindegyiket. A gatya rajta marad, kimászik, és mit csinál? Megkeresi a szopirongyit. Legalább kiderül, hogy minek van. A szopirongyi, az csak így fogja. És most jön ki a kádból, ül be a laborba, hogy hát azért csak beolvadt a Balaton szelet a gatyeszbe, ugye a nagy magasság miatt. A másik, hogy az olimpia után volt paralimpia, hát az egy kicsit megviselt engem, hogy olyan srácok ugráltak be a vízbe, hogy se kezük, se lábuk, és 2 perc alatt többet úsztak, mint én egész életembe. És így ez elgondolkodtatott, ennek köszönhetően itt az oktogonnál egy kerekes székes fiatal embert, hát így áttoltam a zebrán, mint a filmeken. Hogy ott állt, odaléptem. Zöld, juhé, nekiindultunk. Ő erre nem volt felkészülve. Teszem hozzá, én se. Nem egyszerű feladat, patka le, villamos, patka föl, átértünk valahogy. Mondom neki, hogy hogy ezt milyen rohadt nehéz tolni? Mire a fiatalember? Minden nagyon nehéz tolni, aminek be van húzva a fékje. És ő nem is akart átmenni. A barátnőjét várta a túloldalon az újságos bódénál, úgyhogy még toltam egy kört. De csak nem fogytam. Köszönöm szépen a figyelmet. Badár Sándor következik, aki nem szokott rövid lenni. Úgyhogy tájékoztatom a rádió hallgatókat a további programról. Most Badár Sándor következik, aztán éjfélkor a himnusz hangjai csendülnek fel, aztán újra Badár Sándor, majd pedig a jó ebédhez szól a nóta. Badár Sándor. Jó estét kívánok mindenkinek.
Egy komoly dolgot szeretnék önökkel megosztani. Most már nem tudom, hogy hanyadik éve van ez, hogy a fejlett nyugati világ próbál bennünket befolyásolni, hogy ha eddig nem volt, akkor most biztos, hogy lesz világvége. Egész évben nem piszkáltak ezzel bennünket, tavaly év végén azt mondták, hogy a maják már megmondták, aztán nem tudták megmondani, most meg így év vége felé megint elkezdtek bennünket riogatni, én legalábbis olvastam erről egy nagyon komoly újságcikket, borzasztó hideg lesz az egész földön, rettentő sötét, kivéve Tibetet, mert ott meg nagyon meleg lesz. Hát én így elképzeltem magamban, hogy 10 darab tibeti szerzetes 3 foggal így összemosolyog, hogy hónaptól nem lesz áram. Tehát, hogy mennyire megviseli ez őket. Én olvastam a Kőrösi Csoma életrajzát, 23 éven keresztül ez nem izgatta föl, hogy nem kérdezett meg senkit, hogy te jött a sárga csekk? Tehát, hogy nem... Tehát akik bennünket ezzel akartak riogatni, hogy majd nem lesz áram, hála Istennek nem kell fizetni. Tehát ezzel nagyon jól ellennénk, tehát már itt tévedett piszkosul. Hát hogyha ez a fickó esetleg szentesen járt volna velem iskolába, Guido Falvé tanár úrnál, aki a fizika tanárunk volt, aki nem ismert kegyelmet, szigorú, de igazságos tanár volt egyébként, hát akkor nem megbukott volna, hanem a fizika szertárban lenne most bebábozódva ez 100%. Én zsinórba kaptam Guido Falvé tanár úrtól 5-1-est egymás után úgy, hogy udvarias voltam, és beengedtem magam előtt az órára, hátranézett, késtél, 1-es. Tehát ennyi volt. És az 5-nél jöttem rá, hogy hol tartunk. Már nem bukás állok, újra kell kezdenem teljes gimnáziumot. Megpróbáltam betámadni, mondom, de hát tanár úr is most jött. Nem. Én hajszál pontos voltam, azt mondja, és annyit mondott, hogy ha én egyszer kések, akkor égni fog az iskola. Most egyetlen egyszer, 26 másodperccel később ért oda az ajtóhoz, esküszöm nem hiszik el, égett az iskola, égtek a falak körbe. Az egy más téma, hogy a szobafestők így akarták az olajfestéket leégetni a falról, tehát hogy gyorsítottak a folyamaton, de égett az iskola, úgyhogy mi mindent elhittünk Guido Falvé tanár úrnak onnantól kezdve. Ez a fickó, ez nem ment volna át Guido Falvé tanár úrnál, de több egyéb tévedést is elkövetett, például, hogy a sötétség az 3 napig tart. Hát ez egy szentesi hagyomány egyébként hozzátenném. Decemberben szentesen a 3 királyok, azok ünneplik, és mindig 3 napon keresztül ünneplik a névnapjukat, a Jánosok, az Istvánok és a Tamások. Ezek így összegyűlnek, ezek általában mind vasutasok. 3 napon keresztül ott full sötétség van. Betáraznak, mert töményet isznak csak. És azt is olvastam, hogy a moszkvaiakat annyira megérintette ez, hogy ők már elkezdtek vodkákat fölvásárolni. Hát szentesen, akinek nincsen készlete, az hülye. Tehát az... Viccen kívül, hát öcsémnek olyan pálinka halmaza van, hogy azzal gyújt be. Tehát, hogy ő nem... És azt mondja, nem is pazaroltam, mert ez majd visszaadja. Mondom, miért? Mert most főzöm a következőt. Tehát, hogy... Hát, ha ebből indulunk ki, akkor nálunk egy folyamatos készlet van, és öcsém bármikor főz bármit léalmából, mert azt szállít a vasút, de... De az üvegre ráírja, hogy cseresznye, barack. Mondom, de hát nem az van benne. Nem. Tehát nem izgatja föl. Tehát ettől függetlenül a 3 királyok, azok mondom, 3 napon keresztül full sötétség, és 40 nap múlva jön vissza. Nagy nehezen a napfény. Nekem egyszer volt egy olyan, amikor tényleg így 3 napon keresztül azt éreztem, hogy borzasztó nagy a baj. Az például nyár volt, azt úgy hívták, hogy bortúra. Makkos hogykán tévedtünk be egy barlangba. Egy olyan 20 méter hosszú barlangba kell bemenni, és a végén van egy 200 literes hordó, azt kell kiinni. Addig nem lehet onnan eljönni. Makkos hogykán állítólag egy társasággal voltunk ott. Én nem tudom, az biztos, hogy az első 3,5 órában én toasztot mondtam, csak én nem tudtam, hogy mit mondtam, de 3,5 óra múlva azt mondtam, kiszaladok egy kicsit pisilni, és elfordultam, de nem szaladtam ki. Mert poénba voltam, és ugye... Így mondtam visszafele a történetet. Nem is értettem, hogy miért jöttek velem ki. Tehát nem értettem. Aztán mondták, hogy nem mész ki? Már nem. Most már benne vagyok teljesen a sztoriba. Aztán állítólag 3 nap múlva csak miattam nyitották itt Tokajba a Bodrog szállót, és 40 nap múlva jöttem rá, hogy nem tudnám kifizetni, de már nem is érdekel.
De ezt mind megjósolt a jó ember, mert azt mondta, hogy olyan sötétség lesz, hogy nem lesz áram, nem lesz gáz, és majd a végén borzasztó káosz lesz, mindenki elrabolja másikét, nem mondom, hogy rabolja el, hogyha tök sötét lesz. Mert Szentesen ott lehet, hogy lenne egy ilyen, hogy a paraszbácsi átszól az anyának, vagy az a feleségének, azt mondja, te figyelj, hónap sötét lesz, de borzasztó. Úgyhogy zárd be az istálót, meg zárd be a disznóulat. De hát nem lesz disznóvágás. De lesz. Csak nem nálunk, a szomszédnál lesz. Olyan sötét lesz, hogy nem mindegy, hogy kinek a disznóját vágjuk. Ő se fogja tudni. Most hát a legeslegdurvább számomra, amit tényleg igazán nem tudnám elképzelni máshol a világon, csak magyaroknál, tehát azt, hogy egyszer eljön ez a pillanat, hogy erre borzasztó világvége után, 40 nap múlva visszajön a fény, és azt írta ez a jó ember, hogy ez teljesen meg fogja változtatni az embereket mentálisan, mert majd jók lesznek, szeretni fogják egymást, mosolyognak, boldogok. Hát most képzeljük el azt, hogy reggel, szombaton, 6 órakor Kőbánya Kispesten fölébred egy melós, és tudja, hogy át kell menni a városon dolgozni. És lemegy Kőbányán a metróba, és a metrókaller az áll vele szembe, mosolyog, és nyújtja neki az előre kiukasztott jegyet. Tehát, hogy nem kéri, ez lesz szerintem az igazi világbéke, és ezek után már kit érdekel az, hogy nincsen pénz, kit érdekel az, hogy a taxis nem dörmög, hanem mosolyog. Tehát most jöttem rá, hogy ez az ország létezik. De ezt úgy hívják, hogy Kuba. Mindenki menjen oda. Én köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet kívánok mindenkinek. Az ismerkedési oldalakon olyan ismeretlenekkel ismerkedhetünk meg, akik hazudnak is, ráadásul nem járnak olyan helyre, ahol egyébként találkozhattunk volna velük. Ezt a problémát dolgoztuk fel Hatházi Lászlóval Randi vonal című jelenetünkben, amelyet előad Aradi Tibor és Hatházi László. Szia! Ne haragudj, hogy megszólítalak, de rossz helyen ülsz. Igen? Tudod, Nyuszi, tegnap megbeszéltem valakivel, hogy ennél az asztalnál találkozunk. Késtem kicsit, mert kinyomtattam a profilképét, hogy könnyebben felismerjem. Én is, mármint én is elhoztam magammal. Ó, megmutatod csak úgy viccből. Persze, itt van. Azt a rohadt életben. Mi történt? Hát, ez én vagyok. Linda a 17. De te nem vagy 17 éves? Viszont Rákos Csabán lakom. Azt írtad, nem dohányzol? Amikor írtam, nem dohányoztam. És a melleid, amikor úgy felülről fotóztad, keményebbnek tűntek? Rátettem az asztalra. Na de, te sem vagy Don Juan. Nem Juan, Juan. Csak tudod, nincs ékezetes billentyű a gépen. Anyám kínai, apám is. A képen nem tűntél kínainak, Nyuszi? Oda volt írva, hogy a barátom képe. Azt hittem, ő csinálta. Nem, ő van rajta. Hihetetlen, hogy egyesek visszaélnek egy társkereső oldallal. Fú. Például, tessék, te nem is vagy 17? Dehogy nem. Többszörösen is. Ez csalás! Egyet fizet és háromszor annyit kap. És ez a fürdőruhás kép, oda volt írva, hobbim a strand és a Photoshop. Igen. Itt éppen a másodiknak hódoltam. És amikor a női mosdóban fényképezkedtél a tükörben, ott is teljesen másképp néztél ki? Elém álltak. De te sem vagy 198 centi, Nyuszi. De igen. Csak most ülök. Nem. Nem is ülsz. De igen, ülök egy széken, ülök itten. Nem, állsz az asztal mögött. És azt is alig éred el. 198 centi, röhögnöm kell.
98, kötőjel 100 centi maxi. Most káromkodtam. Te meg nem is vagy szép, hanem csúnya. Mások által szépnek mondod. Ki mondta? Anyám. Különben is azt írtad, szereted a lovakat, feltöltöttél szép képet is egyről szálmakalapban. Az én vagyok. Jaj! Ha te vagy, akkor is szép ló. Na most udvarolsz. A randicseten olyan romantikus voltál, meg sportos. Azt írtad, szudokuzol. Az nem sport. De úgy hangzik. Tudom, azért írtam. Te, neked hány diplomád is van? 4. Ez itt a 3D-s szempillaépítő. Ez meg a 3 fénymásolat. Nehéz volt? Nagyon. Csak 9-kor nyitnak. Emlékszel, mikor arról írtál, hogy mit fogsz velem csinálni ma éjszaka? Igen, de próbálom elfelejteni. Gyere, mucika, gyere, nem, hagyd ide a fejed a keblemre. Nyugodjál meg! Ja, Istenem, mi ez a furca hörgés? Ha zavar, kiköpöm. Rohadt bagó. Mint egy igazi kínai. Édes szavanyú lány. Az otthon hangja. Na, megyünk? Hová? Fel hozzám valóra váltani álmaimat. Várjál, hogy is írtad, hogy úgy, hogy belerengjen az ég is? Azt a Google Translate írta magától? Jaj, ne várakoztas, gyere! Tudom, menj előre és kezd el, jó? Csak pár perc. Jövök én is, jó? Kisvilányt azt hagyd égbe. De azt se tudod, hol lakom. Dehogy nem. Megérzi azt az ember. Na, sziasztok, jó? Jó, akkor megyek, puszi, és ne várakoztass sokáig. Jó, persze. Hé, emberek, kinek valaki elvinne engem 100 000-ért a repülőtérre? Most! Jössz már, nyuszi, jössz már! Repülök! Jaj! Belicai Balázs, a hazai kabaré Pilinszkije, a 4 percek Paganinije, a végletekig kihasznált műsoridő Stephen Hawkingja. Szikár, ugyanakkor poénoktól súlyos mondanivalója sohasem terjengős, anyaga a humor tokai eszenciája. A színpadon Belicai Balázs. Köszöntök mindenkit! Az elmúlt esztendőben megint dübörögtek a zenés tehetségkutatók. Várom már, hogy politikusok is énekeljenek. Még milyen lenne, ha Hiller István egy karaoke partiban véletlenül kikapna egy fekete pákó számot? Arra bírom elolvasni. Adidi, adidit, adidi, adidi. Én adidi, ova nem adom. Adidi, ova, én adidi, kölkemén. Én adidi, ova nem adom. Vagy mondjuk, nem is tudom, Pákó ugyebár neki az ő és ühangzók nem mennek, hát akkor neki meg csak ilyeneket kéne énekelni, mint az Omegától. Igen, jót át, gyógyhajulá, álmodtam, hó, igaztam, így látta a folda ég, zold meg. Köszönöm. Az elmúlt év egyik slágere volt,
Orbán Viktor vagyok, nem lopom a napot, de nyakamon egy csacsika ország. Mm-mm. Nem túl nagy a siker, hát jöjjön a hitel, hogy mire lesz jó, majd még meglátjuk. Hó, mit nekem az IMF, lesz a Róm, elmehet, Magyarország nem gyarmat, kétharmaddal nyerek. Azért lett volna jó, ha Gyurcsány Ferenc is indul, mert hogyha kiesik, nem elbőgi magát, csak a 700-át. Mindig sarkalatos kérdés a dalválasztás. Vajon milyen dalt választott volna Szellő István? Most kezdünk pontosan, kezdjük a híreket. Lemondott, meglőtte, felrobbant, kisiklott, elsüllyed. Jó ez a sugógép, csak ez való nekem. Szemem is kiguvad, ahogyan figyelem. Az is izgalmas lenne, ha egy-egy sztár bebizonyítaná, hogy nem csak a saját műfajában van otthon, például Király L. Norbert népdalt énekelne. A csítári hegyek alatt régen leesett a hó, lenyeltem egy smirglis ráspolyt, attól lett a hangom jó. Megláttam egy egeret, az ikletet engemet. Alig várom, hogy megfázzak, hadd legyek még rekettem. Melyik dal illene legkevésbé Presser Gábor torkába? Egy klasszikus gyerekdal, a pancsoló kislány. Élvezem én a strandot, ottan annyira szép őszín, annyi vicceset látok, és még van is van. Érdekes, ahogy a zenei ízlés generációnként változik. Ha mondjuk a szüleim rockot vagy beatet hallgattak, nagyapám csak legyintett. Bezzeg az én időmben, az volt az igazi zene. Nem ez a rock and roll, hogy püfölik a dobot, meg üvöltenek. De olyan milyen lesz, ha mai fiatalság lesz 80 éves, ugyanígy sopánkodnak, majd, hogy bezzeg az én időmben, az volt az igazi zene, hogy aninini, aninini, a De hol van ez ma? Mi még öreg anyáddal arra a számra táncoltunk, hogy tyó, 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 tyó. Ezzel el is érkeztünk a búcsú dalhoz, végezetül örök kedvencem Baló György énekel nekünk. Nemrégiben elvált Morvai Krisztina politikustól, de vajon milyen lehetett, mikor még szerelmük hajnalán mondjuk szerenádot énekelt az ablaka alatt? Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete. And I love you so. Love me, Krista, love me true. All my dreams to die. For my darling, I love you. 70%-os feldolgozottságnál pedig kijelenthetjük. And I always will. Nagyon szépen köszönöm. Boldog évet. Van már filmtörvényünk is, egyelőre erre ment el az összes forrás.
A Szomszédnéni Produkciós Iroda Filmszövetség című jelenetében ebbe a döntési folyamatba avat be minket. A jelenetet előadja Bálint Ferenc, Janklovics Péter, Tóth Szabolcs és Vida Péter. Filmszövetség, azaz én, a producer, az autentikusság biztos. Pálinka, jó estét kívánok! És, of course, artistic, how can I say in Hungarian, a művészeti vezető. Csok esz, ma kesz. Thank you so much. Nos, mink, évente egyszer összeülünk, hogy meghallgassuk a fiatal kezdő filmrendezőket terveikről, majd az arra érdemes projekteket támogassuk, ha van benne pénz. Kérem a következőt, next one, please. Jó napot, egy művészfilmet szeretnék készíteni, ehhez kellene pénzbeli támogatás. Azért vagyunk itt. Művészfilm. Édesem, mit tudsz te a művészetről? Ahhoz, hogy az ember egy művészfilmet csináljon, ahhoz le kell vetkőznie az elméje béklyóit, le kell számoljon a fantáziátlansággal, mert mi itt a bizottságban fontosnak tartjuk az alkotói szabadságot és a kreativitás szárnyalását. Én nem. Tényleg majd elfelejtettem, ő nem. Szóval milyen lenne ez a film? Tehát ez egy fekete-fehér film lenne. Oh, már most utálom. Édesapám, fekete is, meg fehér is. Most el kell dönteni, hogy az a film vagy fekete lesz, vagy fehér. Oké, én tőlem lehet fekete-fehér film, csak legyenek benne színek. Édesem, hát legyen már bennünk annyi nyitottság, hogy hagyjuk szegényt végigmondani. Okay, okay, okay. Tehát a magány tragédiájáról szólna, hogy... Szörnyű, vígjáték kell az embereknek, valami komédia Bajor Imrével. El tudom intézni, hogy elvállalja, szinte belenyomtam a miniszter férellébe is. Koltai helye? No, Dobó Kata helye. Úgy lett volna igazán vicces a film. Kaf. Na, mindegy, mi azért vagyunk itt, hogy a magyaros filmeket támogassuk. Tehát ez egy ilyen filozófiai pokoljárás. Pokoljárás, az nem elég magyaros. Busójárás, na az a magyaros. Filozófiai busójárás. Bajor Imre lenne a busó. Tehát a főszereplő egy értelmiségi... Bajor Imre. Egy fiatal, jóképű, szemüveges... Bajszos. Hosszú hajú. Enyhén kopaszodó. Srác, akiért bomlanak a csajok. Hát ez Imi. Na igen, akkor van az a fiú. Ez viaskodik az elméjében. Töri az agyát, mély töri? Így a lét kilátástalansága is. Már hülye az étöri, igen. Na, ez így nem fog menni, nekünk egy szuper produkció kell. Most forgatták itt Brad Pitték a zombis filmet. Mink magyarok nem tudnánk zombis filmet csinálni? Szóval csak erre van pénz. Erre igen? Jó. A főszereplőről legyen egy zombi. Zombi? Milyen zombi? Nem zombi, ez zombi. És legyenek ufók is benne, mert azok most nagyon menők. Ufók. Magyar ufók. Például az ufók a látogatóba jönnek a zombikhoz repülő csészealjakon. Mit repülő csészealjakon? Repülő köcsögökön? Nem. Csészealj! Akkor úgy lehetne autentikusabb, hogy az ufók lovakkal jönnek. Oké, az lehet. Vagy még autentikusabb, ha az ufók egy folklórfesztiválra érkeznek. Azt is lehet. És komolyan egy folklórfesztiválra? Szerintetek hogy táncolnak az ufók a világűrben? Hogy a lábuk se érje a földet. Vicceltem. Magyar ember, ugye, vicceltem. Akkor úgy képzeltem el, hogy az ufók küldenének egy titokzatos kódolt üzenetet. Nem elég magyaros? Róvásírással. Na úgy. Amelyikben kérnek egy tonna urániumot és egy nótát. Például azt, hogy de amikor... Most komolyan szerinted ezek a felsőbbrendű lények azért utaznak több millió fényévet? Mint?
lovon, na, úgy. Hogy kérjenek egy nótát. Kell a pénz? Persze, hogy azért utaznak, szóval... Jönnének az UFO-k, a magyar UFO-k, és találkoznának a zombikkal, a magyar zombikkal, és megtámadják őket. Nem. Magyar ember vendégszerető, meg kínálják őket. Megkínálják őket. Urániummal. Hurkával. Urániummal. Mindegy, csak legyen jó csípős. A gyerekek, lehet, hogy még se kéne erőltetni ezt az UFO-s dolgot. Hát egy komoly filmet csinálunk. Okay. Akkor legyen only zombie, and tank, helikopter és 400 statiszta. Várom az ötleteket. Tehát a zombi visszatér, a főszereplő egy zombi, ezt Amerikába forgatná. Ó, Amerikából tér vissza a zombi? Nem kapott munkát? Ne, ezek a zombik ugye meg vannak halva. Ja, hát úgy még ott is nagyon nehéz munkát kapni. A zombinak nem munka kell. Segély? Ilyenek ezek a mocskos zombik. Kimennek, lássák, ott is dolgozni kell, aztán kotródnak vissza jó kis kövér segélyére, az igen. Ingyen élő banda. A zombik ugye élő halottak. A film szakma élő halott, édesapám. Na tehát úgy képzeltem el, hogy a zombik agyat esznek Miami-ban. Nem. Miskolcon. Békés Csabán is. Eszi a zombi az agyat Békés Csabán, és akkor úgy kezdődik, hogy feléled egy zombi egy temetésen. Ó, túl pessimista. Egy esküvőn. Erről beszélek. És akkor feláll a zombi az asztaltól, és elindul. Hol ül? Nem tudom, hol ül, mindegy, hol ül, irreleváns. Jó, de a vőlegény családjához tartozik, vagy a... Menyasszony családjához? Teljesen mindegy, legyen a vőlegény családjához. Hát, akkor a násznagy mellett ül. Egyáltalán nem biztos. Én például voltam olyan esküvőkön, ahol pont fordítva volt. Hát jó van, a melegek esküvőjén ugye másképp van. Mindegy, nem tudom hol ül, ne legyen ebből vita, a zombi áll. Ne, édesapám, hát ez tök bunkóság, ne haragudj. Hát ha valaki meghív valakit a lagziára, akkor biztosítson a számára ülőhelye. De ez egy zombi, hát... Még a zenészeknek is fenntartanak egy asztalt, ahol megpihennek. A zombi nem akar pihenni, évek óta pihen a sírjába, egy dolgot akar megenni a mennyasszony agyát. Az esküvői torta előtt, vagy után? Mindegy, után. Ajjaj, a tortára agyat. Oké, okay, lássuk, mink van eddig. Békés Csaba, éjjel 2 üt az óra. Bing, bang. A don't forget restaurant, how can I say in Hungarian? A ne felejts étteremben. A tányérhoz koccan az eszcáig. A zenekar játszik a pódiumon. De jaj, a szerelemnek múlnia kell. Eszcáig, kott, zenekar. Ha múlik, akkor fájnia kell. A zombi vőlegény elindul az arra felé, és folytogatni kezdi az arát. Az arra sikítozni kezd. A zenekar hangosodik. Hiszít, hogy más viszél. Gyere bele! Mert mást igény! Ennyi! Köszönöm! Tökéletes! Megcsináljuk! Valaki hívja fel Bajor Imrét. Most pedig fogadják szeretettel a Rádió Kabaré színpadán Fábri Sándort. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy ilyen zavarbejtően nagy számban elfáradtak. Kérem tisztelettel, időnként kalandvágyból túrát teszek Budapesten. Hát az nagy vállalkozás, tehát Villám Géza szerint a Budapest-Bamako útvonal legveszélyesebb szakasza a 8-as út Veszprém és Körment között. Pedig Maliba ugye időnként megverik a miniszterelnököt, az nekem különben tetszik. Tehát így meg... Kicsit megrongálják, ugye most megint valami tüntetés van, Bamako, Maliban van, ezt csak úgy mondom, de mindez nem függ össze, most kalandvágyból elmentem Bécsbe. Néha jó elmenni Bécsbe, és úgy átgondoltam, hogy hát tulajdonképpen a családunk olyan 120 éve, hát úgy Bécssel úgy rengeteg módon összekötődünk, ugye nagyapám ott járt a Pazmáneumban, majdnem pap lett, nagyanyám csak ott vett kalapot, mert azt mondta, Pesten a kalaphelyzet nem megoldott. Ebből semmit nem értettem. Hát
Nagymama ott macidadrágba csinálta a buddás kenyeret, szóval elég nehéz volt, ugye a butángáz mellett elég nehéz volt elképzelni, hogy a kalaphelyzet nem megoldott, de elfogadtak. Ugye aztán nagyapám még ifjú korában hajóval járt Bécsbe, vitte egy adag szűzdohányt. Tehát akkor is volt ilyen jövedéki dolog, amit eladott valami titkos helyen, és ebből a bécsi tartózkodásnak egy részét ugyebár fedezte. Na hát később aztán lezuhant a vasfüggöny, és tulajdonképpen Bécs ugyanolyan messze volt, mint New York. Tehát nem volt különbség, mert nem lehetett átmenni, kedves fiatalok. Apám néha megvette, ugye a sajtó az egy kicsit irányított volt. Egyébként ma azért jó Bécsbe menni, részbe azért is megyek, hogy hát ha felbukkan Paul Lendvai. Nem, hát úgy nem Paul Lendvai, az a Paul McCartney, és a Paul Klee se Paul Klee, hanem Paul Klee, és mind a kettőtől elnézést kérek, hogy ebben a kontextusban nem említettem őket, de hogy hát, ha tényleg a BBC normatívák ilyen régi harcos ez a kitűnő ember, hogy meglátom úgy élőbe, ugye, ahogy Darvas Iván mondta, anfasz, ugye, mikor 56-ban. Nem, a Darvas Ivánt 56-ban mondták, hogy szembesíteni fogjuk, Darvas kérdezte, anfasz, mire a bíró kizavarta, hogy ne molesztálja a bíróságot, ugye? Tehát face to face, Facebook, Fácse, illetve Fosbuk. Na, ez így röviden, ugye, ez a kis nyelvi bokor, ez a kis nyelvi bokor így néz ki. Na, elég az hozzá, hogy lezuhant a vasfüggöny, a sajtó nálunk egy picit irányított volt, és Osztrákiából a Volksstimme nevezetű kommunista orgánumot lehetett megvásárolni, ugye volt a Humanité, ugye az volt a francia, szintén ugye komcsi, fontolva haladók, volt az Unita, ugye az olasz kommunista pártlapja, emlékszem 75-ben Faterra megérkeztünk Firenzébe, hogy lenéztünk, azt mondta apám, hát itt könnyű kommunistának lenni. Úgyhogy azért más kávéház. Na, a lényeg, Fater megvette a Volksstimmét, azt mondta, hogy megnézzem, mit adnak a bécsi operába. Azt olvasta el belőle, tehát ma a denevér megy, és ez őt rejtélyes módon megnyugtatta, és akkor kicsit esetleg a bécsi rádióra így ráhallgatott. Na most aztán jöttek az 56-os sajnálatos események, ugye, amelyet most már végképp nem tudom, hogy neveznek, ugye, és hát akkor bátyám 16 évesen úgy gondolta, hogy elfárad ebből az országból. Ő előtte 2 évig járt angolra. De apám gentleman volt, nem ellenőrizte az angol tudását, mint kiderült, ő nem járt angolra, felvette a pénzt, és helyette az építők SC-be pingpongozni járt a Dózsa-György útra, úgyhogy épp egy edzés után jöttek ki, mikor a Sztálint húzták le erősen, hát ők hazaszaladtak, mint úri gyerekek, mert mondták, itt azért nem jó lenni, nem érdekes, és a diszidálás, ugye akkor ezt így hívták, és távol létükben börtönbüntetéssel és vagyon elkobzással sújtották, ez esetünkben nem történt meg, ez egy ilyen slampos diktatúra volt, mert Bratyó nem egyedül ment, 250 000-re mentek. Tehát volt ez a pici probléma, és akkor a Fater a konyhában megkérdezte bátyámtól, hogy mi az, hogy yesterday, azt mondta, nem tudta, mi az, hogy today, nem tudta, mi az, hogy tomorrow, nem tudta, azt mondja, homályosan látom érvényesülésedet a nyugati világban. Ugye apám szeretett ugye ilyen bonyolult körmondatokba fogalmazni, és akkor emlékszem, bátyám karácsonykor mindig telefonált, stb. Voltak ilyen rokonai, különböző Hilda néni, Pimbi néni, Tuli bácsi, Jambó néni, ugye ezek mind Bécsbe éltek. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy a bátyám Bécsből telefonált, vagy később Amerikából, egyiket se hittük el. Na, aztán később kimehettünk, és akkor hát mondjuk így, hogy kitárult egy új világ. Hát kérem szépen, drága kedves fiatalok, szóval azt az érzést, amikor átmentél ezen a Rózsa utca, 7. kerület, 60-as évek, és megérkeztél Segítő Mária utcájára, nyersfordításban Maria Hilfer Strasse, és olyan karácsonyi kivilágítás volt, hogy a lábad a földbe gyökerezett, és akkor volt velünk szemben egy közért, amit még apám a 60-as években is úgy hívott, hogy Mennyli. Ugye Julius Meinl, amit persze magyarul mi úgy hívtunk, hogy Meinl Gyula. Ahogy nekünk Maj Károly is, ugye Karl May is Maj Károly volt, és Jules Verne is Verne Gyula volt, ugye. Apám először mondta, menjek át a Meinlihez, mondom, a közértre tetszik gondolni, így drága édesapám, mondom, igen, megyek. De Bécsbe volt igazi Julius Meinl, ami már csak egy van. Egyébként, ugye nálunk lett egy picit, aztán Smacs lett, meg mit tudom én, mert hát akkor kezdjük újra, meg nem kell adót fizetni, meg nem érdekes. És akkor Bécsbe elmentél a Mennylibe, és olyan olasz szőlő volt, hogy akkora volt egy szeme, mint nálunk a szilva. És olyan illat volt, ugye, egy rádióban hálás dolog az illatról beszélni, vagy hát szinte mindenütt, de az valami egészen csodálatos és utolérhetetlen volt, és ezért én a mai napig, ha nem is eszem, veszek olasz szőlőt.
Hogy mondom, hát ezért haltak meg a srácok 56, meg veszek. Legyen olasz szőlő, jött a könyvelő, Tibi, januárban ránéz, gyümölcstál, importszőlő januárban, átírom a pénzügyi tervet. Úgyhogy ez is beletartozik ebbe a dologba. Na kérem szépen, ugye a Matchbox, az egy nagy dolog volt, a Matchbox autó. A Matchbox autónak rúgózott a karosszériája, és amikor a Mohikán néhány lopás általi tulajdonátruházással birtokába vont Matchboxot bemutatott, mondjuk egy 20 darabot, akkor így mutogatta, és én azt hittem, nem hittem el, hogy a karosszéria rúgózik, hanem hogy csak az ő új begye piperkél. És akkor valami rokon gyerekhez fölmentem, elhelyeztek egy szobába, ráláttam a Stefán dombra, hát akkor azt hittem, hogy megőrülök. Tehát én nem is aludtam egész éjszaka. Azt mondtam, hogy ilyen nincs. Volt a gyereknek 100 matchbox, hát én 20-at elhoztam. Tehát ezt én nem mertem eddig nagyon publikálni, de hát most már én úgy gondolom, és ezzel kicsit a Mária Teréziáért is egy kicsit kompenzáltam. Tehát ezt a nyírjuk a birkát, ugye, meg ugye ezekért a legújabb Erste bankos mutatványokért is, ugye, hát azért ezt a burkusok csinálták, ugye, apró betű mindent, vegyél fel aztán, hogy fizeted vissza, az ugyebár egy más kérdés. Na és utána a bátyám nevelő szülei meghívtak egy étterembe, mint olyanba új évkor, ahol akkor a bifsztek volt, amit én még nem is láttam életemben, sőt, bifszteket se láttam, sőt, elmondanám, hogy vesepecsenyét én a módszerváltás után láttam először a hentesnél. Mondom, ön a vesepecsenye? Jó napot kívánok, annyit hallottam magáról. Hát ez mégis csak egy történelmi esemény, hát valami mégis változik ugye ebben a hazában. Mondom, jó napot kívánok. Na elég az hozzá, hogy én elkövettem azt a hibát, ugye, mint ilyen túlfűtött gyerek, belenéztem az étlapba, és ez a steak, ez került 80 shillingbe akkor, ugye, hát még más árfekvések voltak, és akkor képzeljék el, hogy enni egy steaket úgy, hogy falatonként egy matchboxot lenyelsz. Ugye? És ezen én nagyon sokat morfondíroztam, és ez nekem nagy fájdalma volt, és később beszélgettem Dédénes György Zsütivel, akinek a nevét talán még tudják a kedves jelenlévők, és a Zsütivel történt az ugyanígy a 60-as években, hogy ment ki Bécsbe, és az ismerősök, ugye, akik kint voltak, hát meghívták ebédre. A zsebében neki meg nem volt egy ruppó se, tehát én halálosan ismertem ezt az érzést, tehát például anyámmal apámnak kellett menni kirakatot nézni. És mondta apám, hát angyalka, hát egy fillérünk nincs. Aztán, ugye anyám kémkedett. Ugye a burdára volt pénz, és a kirakatból levette a know-how-t. És akkor itthon kifordítom, befordítom, egy gomb, egy passzé, egy makramé, egy lamé, és akkor egész jó kis ruhákat tudott így összeállítani, de férfi szemmel a ruppótlan kirakatnézés az értelmetlen, ugye, mint az MSZP etikai tagozata. Tehát értelmezhetetlen. Na, elég az hozzá, de ezért más a női lélek, és ez azt kell mondjam, hogy nagyon jól van így, retetlen, és akkor a Zsüti felszabadított, mert ő a következőt dolgozta ki, meg akartam valaki hívni ebédre, azt mondja, hova hívnál meg a saját, Zsüti, én hova szeretnél a saját? Jó, hát egy jó középkategóri polgári vendéglő, nagyon jó. Kérlek szépen, van aperitív, van Zsütikém, van leves, van főétel, van desszert, nagyon jó, konyak is van, nagyon jó. Ez körülbelül mibe kerül? Azt mondja, Zsütikém, hát 300 shilling. Azt mondja, nézd oda, adj ide 150-et készpénzben. És én igazolom, hogy velem ebédeltél. Egyébként nekem a jövőtervem megvan Bécssel kapcsolatban. EU állampolgárként bejelentkezem a bratyóhoz, nyugdíjba megyek, és cseng a 740 euró. De az nem olyan szar. Szlovák családok jelentkeznek be, ugye, mert a szociális háló szövedéke, amint a költő mondja, néha fölfeslik valahol. Három gyerekes szlovák családok bejelentkeznek Bécsbe, és fölveszik gyerekenként a 300 eurót, úgyhogy a gyerekek nem is voltak Bécsbe. Ugye, tehát ez egy ilyen távszociális háló. Na mindegy, most kim voltam, az volt a projekt, hogy vegyek inget. Hát ugye... Hát kinézek, ahogy kinézek. Na, hát de, hogy mondjam, azért én próbálok így is teljes életet élni, tehát nem gondolom, hogy engem az ingeladásból ki kéne zárni, pusztán azért, mert létezem, és pusztán azért, mert egy olyan testezettel létezem, amelyen létezem. Na, mondták, hogy van valami Havelkai Sigismund vagy Prückeren Popper, és bemegyek, ugye, hát két fiú eladó volt, ez nem baj, csak, hogy mondjam, nem vágytam arra, hogy előttük levetkőzzem.
Tehát már láttam hátulról az a ing egy picit be van karcsúsítva, és így a mozdulatok egy picit könnyedébbek, mint amit úgy mi hagyományőrzőként el tudunk képzelni. De arra nem számítottam, hogy a szolidan átizzadt hengeres fatőrszerű testemmel becsattogok, nyomokban szőrzettel, de ezt ő nem láthatta, hogy ő úgy néz rajtam végig, mint egy rakás szerencsétlenségen, vagy mondhatnám, egy kupac a híres bécsi fiakkeresek által produkált pottyantmányon. Ugye, tehát egyszerűen éreztem a tekintetében a kirekesztést és a zsírapartheidet. Próbáltam így megalázkodni, hogy kedvező belbírálást nyerjek, mint Románia. Mondtam, hogy inget szeretnék venni. Ez itt szintén jó húzás volt, mert itt csak ingeket árulnak. Tehát érezte, hogy az expert megérkezett, de annyira be voltam fenyítve, hogy hát nem akartam, én megcsináltam a londoni teaboltba is, hogy milyen teájuk van. És ott erősen úgy néztek rám, mint aki nem normális. De kanyarodjunk vissza az ingbolthoz. Elég az hozzá, hogy végignézem, mondom, valami inget. És akkor így végigpillantott. Mindenre ki volt írva, hogy slim fit. Ezt nyers fordításban úgy mondanám, hogy nem számomra készültek. Tehát slim fit, és így mondta, hogy ez a négy, firsiffe, fürszi. Hát mondom, már oda sem megyek. Mondom, elnézést, hát tényleg, nincs a handicapeseknek valami áruháza, vagy ilyen rokkantak boltja, vagy óriások boltja, vagy megalázó. Azt mondja, van. Na, oda elmentem, betipegtem. Ott mennyi volt a legkisebb gallérszám, ombre? 45. Hát ez viszont egy kicsit sok. Köszönöm szépen. Na, zárójel bezárva. De tulajdonképpen mindezeket csak azért meséltem el önöknek, hogy beszéljek egy kicsit a multikultiról, amiről ugye már Merkel asszony is azt mondta, hogy nem jött be. Hát úgy hozta az élet, hogy van nekem egy rajongóm a Segítő Mária utca közepén, egy Mátyás királyunk latin nevéről elnevezett panzióban, és évekkel ezelőtt laktunk nála, és összecimbiztünk, összebarátkoztunk, ez megszeretett. Megszeretett ez az ember, ez rajong a kabaréért, rajong a talkshowért, minden, főleg irántam, és én ezt alázattal elviselem és hagyom. Volt egy kis akcentusa, de ez nekem nem tűnt fel, és egy lakásba csinálnak egy panziót, mindig egy szobával tovább mennek, most már van valami 25 szoba, és nagyon szeretem, mert nem egy szállodában laksz, ugye, mégis a városban vagy, olyan, minden komfort megvan, de mégiscsak ugye egy szép monarchia korabeli szobában laksz, és egy templom toronyra pillantasz rá. El akartunk menni valamelyik rokonunkhoz, hát mentünk valahova, azt mondja, elvisz minket. Hát mondom, elmegyünk mi, hát várjuk a taxit. Nem, beülünk a mikrobuszba, jön cekkerekkel, de visszament, fölhozta, Sanyi urat. Jó. Azt mondja, hát most már úgy, már pusziló viszonyban vagyunk, és tegezésbe, csak még zacsi emelés nincs. Tehát halálosan intenzív a viszony. Azt mondja, hát te milyen származásúnak gondolsz engem? Hát nézd, mondom, vannak gyanúim, hát nagy szent könyvek foglalkoznak ebben. Hát én konkrétan az Ó és Új Szövetségre gondolok. Azt mondja, nem! Hát mondom, Jeruzsálemen túl már nincs is élet. Hát mondom, mi lehet ez? Na, rövid időn belül a következő derült ki, hogy ő libanoni. És az akcentusa az nem azért volt, mert 25 év alatt, amit Bécsbe töltött, az alatt elromlott, amit én gondoltam, hanem ő orvosnak tanult Budapesten, a hajós papája tanított a korboncnokolásra, sokat nevettek, de minden poént úgy ért, mint egy pesti, tehát egész hihetetlen Miklós bácsi, aki különben Mohamednek született egész egyszerűen, csak utána felvette a keresztény vallást, tehát Moha bácsi, tehát így az én haverok. Tehát azért gondoljanak bele, hogy egy mikrobuszba jazzelünk a Segítő Mária környékén, és 8 perc alatt ezek a forró információk derülnek ki, hogy ő nemhogy nem Miklós, hanem egész egyszerűen Mohamed. Na, elég az hozzá, elvitt minket, és este úgy összegyűltünk, és itt a család a következőből áll, ugye? Ő Pesten végzett, mint libanoni. Van egy fia, aki hát nem libanoninak néz ki, szent könyvek irányában mutat inkább. Van egy harcos magyar felesége Bonyhádról,
Csodálatos gyerekek, Miklós bácsi ül a közepén, és jönnek haza. És jönnek haza a kislányok a Sacré-Cœur egyenruhájába. Mindenki úgy beszél franciául, németül, angolul, olaszul, mint a hét szentség. Mindennek a tetejében megérkezik Miklós saját jogú lánya, hát a legjobb magyar csajszínvonalt kombináljuk egy kicsi ilyen arab alázattal, egy kicsit velinebb bőrrel, egy kicsit seprűsebb szempillával, hát szóval röviden örítő. Elbeszélgetünk, ugye hát egy elég vegyes család, Miklós így rám kacsint, azt mondja, nem nézzük meg együtt a Barátok közt. Köszönöm szépen, ezt akartam elmesélni. Köszönöm szépen, nagyon kedvesek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Trumpó Barnabás következik a korábbi évek szilveszteri rádiókabaréjának szóvivője, akinek hagyományait úgy őrzöm, mint semmilyen Zsolt Schmidt Pálét. Fogadják szeretettel, Trunkó Barnabás. Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, maradjunk annyiban, hogy az idei esztendő a kisdoktori dolgozatok éve volt. Hát ugye, ha gyors leltárt csinálunk, a diploma dolgozatok csatájába elvesztettünk egy államelnököt, Schmidt Pált, és majdnem elvesztettünk egy volt miniszterelnököt, Gyurcsányt. Tehát a mérleg eddig pozitív. Hát a semmilyen projekt még függőben van, de vigyázzunk, mert neki puskája is van. Ezeknek az egyetemi címeknek az ellentmondásosságát jelzi, hogy aznap, amikor államelnökünket itthon megfosztották a doktori címétől, a Szőuli Egyetemen tiszteletbeli öreg diákká fogadták. Vehet diákbérletet a Szőuli metróra, és akár még svájci frank alapú diákhitelt is kaphat. Csak a vendégkönyvben nem írhatott be. Az az igazság, hogy idén én is össze akartam dobni egy gazdasági témájú tudományos szakdolgozatot. A makrogazdaság mellett főleg a mikrogazdaság érdekelt, mert tönkrement a mikrosütőnk. De sajnos bedöglött a régi mosógépünk is, kellene venni egy újat. Egy nagy pénzintézettel már tárgyalni is kezdtem az áruvásárlási kölcsönről, de közben megüzentem Csányinak, hogy nem leszek gyarmat. A közterületen kifüggesztett dolgozatokból időközben azt is megtudtam, hogy kik tették tönkre a Hajdú mosógépemet. Megmondom őszintén, én is rájuk gyarakodtam. Egyébként a pénzvilág tudomására hoztam, hogy velem nem fogják feltörölni a padlót. Azóta olyan tiszta a padlónk, hogy enni lehet róla. Matolcsi úr, a nemzetgenetikai miniszterünk is előállt a tudományos dolgozatával. Ő azon a területen kutakodott, amihez a legjobban ért, vagyis a babapopsik környékén. Azóta a tetováló szalonok forgalma megugrott, mindenki olyan piros pöttyöket akar a fenekére, mint amilyen a japán csecsemőkön van. A Suzuki autók mintájára ezt úgy fogjuk hívni, a mi pöttyünk. Hát ugye a sikeres tudományos dolgozatokhoz hozzátartozik a folyamatos konzultáció is. Idén sok nemzeti konzultáció volt, de levelező tagozat formájában. Jött a postás, kihozta a konzultációs kérdőíveket, felső sarkában a miniszterelnök érettségi portréjával, mi pedig behúztuk az X-eket. Ezzel aztán kész is volt az egész. Olyan ez, mint amikor a vak bemegy a videótékába, és kivesz egy néma filmet. Lezárult Gyurcsány Ferenc Sukoró ügyi dolgozatának a bírálata is. Egy ideig úgy volt, hogy zárt hely lesz, de idén nagyon népszerű lett nálunk a kelet felé nyitás. A nyitás során egyelőre a liftakta ajtaját feszegetjük, nagyon aktívak vagyunk a keleti politikánkban. A magyar politika keleten nem nyugszik, nyugaton meg nem kell.
Aztán itt van ez a választási törvény, és kitalálták, hogy csak az szavazhat, aki előzetesen regisztrál. Az ellenzék természetesen megint elaludt egy kicsit, most népszavazást akarnak kezdeményezni a regisztráció ellen. De ezen a népszavazáson már csak azok vehetnek részt, akik már regisztráltak. Idén nyelvünk is sokat fejlődött, a plágium szó helyett a sokkal kulturáltabb szövegazonosság kifejezést használjuk, a ritmustalan tandíj helyett meg azt, hogy diákhitel 2. Az alkotmányt ugye már alaptörvénynek hívjuk, az Európai Uniót meg vidéki kócerájnak. A nemzetközi porondon is keményen védjük az anyanyelvünket, a bóvli szót például már csak az államkötvényeinket kibocsátó kincstár használhatja. Nem csak én, de a miniszterelnök úr is több ízben rámutatott, a nemzetközi pénzvilágnak tudomásul kell vennie, hogy mi nem leszünk gyarmat. Ezt tudomásul is vették, és a gyarmat helyett ma már a sokkal találóbb megszállott kifejezést használják. Idén sajnos nem mondhattuk el, hogy szárnyakat adtak a vágyainknak. És ráadásul még a malév is becsődölt. Ma már fapadosokon repülünk, és az egész magyar polgári légiközlekedésből nekünk csak a Hardi Mihály maradt. De végre megértük, hogy az adóbevallásunk ráfér egy sör-alátétre. Én jelenleg a sör-alátétem 0813/C mellékleténél tartok, de közben rájöttem, hogy nem a sör-alátét kicsi, hanem az adó nagy. Szóval, hölgyeim és uraim, idén nem volt szerencsénk a szakdolgozatokkal. Vagy a törzsanyag volt hibás, vagy a konzulenst választottuk ki rosszul, vagy a stílusunk volt rossz, esetleg még helyesírási hibákat is csináltunk. Egyes értékelések szerint megbuktunk. Na de se baj, jövőre neki kezdünk a nagy doktorinak. Zenés produkció következik. Balatonfüreden a Hablegény című számmal már bemutatkozott egy swing formáció, a Duma Swing Ház, amelynek célja a swing manus műfaj ötvözése a kabaréval. Ez a formáció most egy Mikulás Swing című produkcióval készült, amelyben egy átlagos lakótelepi kisfiú levelét hallhatjuk a Mikuláshoz. Kovács András Péter szerzeményét előadják. Énekel Vida Péter, gitáron közreműködik Illés Ferenc és Kovács András Péter. Kedves Mikulás, annyi év után levelet írok én, mert anyám szerint lót hozol idén. Pedig nem kérek semmit, csak egy apuka kellene, a többit majd megvetetem vele. Add, hogy szeressék egymást az emberek, és ne csapjanak be a heddesek, s hogy az öklökből nyíljon ki egy like. És add, hogy legyen télen is jó meleg, mert én fát lopni már nem merek, de ha választani kell, inkább egy mountain bike. Add, hogy ne legyen olyan fontos az, hogy ki milyen mobilt ráz, s kérek még egy 5-ös iPhone-t, mert a 4-es az nagyon gáz. Meg, hogy a bátyámnak legyen állása, és keressen sokat, szerintem mi tartjuk el az osztrák bankokat. Add, hogy együtt maradjon a kis család, és anyán ne gyűljön a szarkalád, mert a fater lelépett a gárdos pannival. A pannival! És hogy ne verjen meg a nagy jocó, aki négyszer bukott, és nagy tahó korábban ő járt a gárdos pannival. Akkor szóló!
hogy ne hagyd az utcán a vasszánod, ha még kibírna négy telet. Mert két utcára ide működik a méhtelep. És őrizd jól a szarvasokat a Mikulás faluban, mert az Ikeában rénszarvas ragu van. Ó, hogyha kirakom a cipőm a negyediken, add, hogy reggel még ott legyen, igen. Mindegy is, hogy mit raksz bele idén. Nekem csoki vagy virgács az egyre megy, csak kifizessük a csekkeket, maradok tisztelettel én, Szabó Jancsi, 5. A. Orosz György következik. Aki csak a hangját ismeri, annak képzeletében egy vidéki, túlsúlyos, x-lábú borostás férfi jelenik meg, de meg kell védenem Gyurit, egyáltalán nem borostás. Ellenben nagyon humoros, fogadják szeretettel. Köszöntöm a kedves nézőket és a rádióhallgatókat. Először is szeretnék bocsánatot kérni édesapámtól az ajándék miatt, ugyanis kapott tőlem ajándékba egy ilyen öntapadós kátkiszállót. Hát ő is azt kérdezte, hogy mi az, a Yakuza plázába vettem. Így feltapasztol a csempére, és akkor így, hogy kapaszkodsz benne, így kiszállsz a kádból. Hát apám nagy darab, úgyhogy olyat vette, ami 120 kilóig bír, de a csempe csak 60-ig bírt. Úgyhogy apám 3 négyzetméter csempét rántott magára, fugával együtt. De tudják használni, mert most az ablakon van rajta, azzal nyitják. Hát ilyen olcsó panelprogramban vannak, és kívül a kilincs. Hát van egy kis probléma keresztapámmal, tehát ő egyszerűen alkoholista. Ő azt szokta mondani, mert lemegy a kocsmába, oda jár szórakozni, ott van egy ilyen lagzi zenekar, azok ilyen nagyon jó dalokat játszanak, Republiktól a 101 kismadár. Van, hogy játsszák a Szeretném a homokórát beállítani, és... És keresztapám mindig azt mondja, hogy neki egy célja van, hogy szinglire igye magát. Aztán szeretné elfelejteni a feleségét, annyit akar inni. Amúgy onnan tudjuk, hogy be van rúgva, hogy ordítja, hogy mindenkinek a vendége vagyok. És akkor az a magyarázza, hogy lejár a kocsmába, hogy nincs fent a Facebookon, és így lemegy lájkolni személyesen mindent. Náluk a WC fal az üzenőfal, és ott vannak ilyen feliratok. Biztos a klasszikus mindenki ismeri, ez a WC kefe használata díjtalan. És persze alá is írják azonnal, hogy tudjuk, de a papír jobb. És én láttam olyan furcsa feliratokat, például a benzinkútnál ki van írva a WC-re, hogy a kulcsot a kasszánál kérd. De hogy mitől félnek, hogy kitakarítom? Vagy... És az egyik WC felirat úgy hagyd a WC-t, ahogy találtad. Én hülye lehúztam, úgyhogy egy fél óráig kellett ott ülnöm, hogy nagyjából. Olyasmi legyen. De amúgy a legjobb toalettek azok a plázákban vannak. Ingyen van, meleg van, és tiszta. Én amúgy a plázákat annyira nem szeretem, mert páron vásárolni, megyek mellette zombiként egyik cipősboltból a másikba, és akkor nekem erre van egy trükköm, tényleg a férfiaknak ezzel, ha tudnék egy picit segíteni. Én titokba például kifizetek egy gyertyát a kasszánál. Párom ezt nem tudja, áll velem szemben, mutatom neki a gyertyát, mondom, ezt ellopom. És elkezdek rohanni a kocsihoz, ő meg sikítva mellettem. Nem kérdezi, hova megyünk, nem kérdezi, miért megyünk. És pont így ránk szólt egy biztonsági őr, nem tudom ki az, aki látta már, van most már ilyen Terminátor biztonsági őr, tehát hogy járni már nem jár, hanem elektromos rollerrel szokott menni, oldalt van így két kerék, mint a Forma 1-ben is használnak ilyet, így előre tolod a kormányt, előre megy, ha hátra húzod, leféket. És akkor 80-nal elhúzott egy ilyen előttünk a plázában, hű, mondom, biztos lopás van. És hát engem ez nagyon így felpesdíti a véremet, mert nekünk ez ilyen családi szokás, hogy ilyeneket nézünk. Nekem például keresztanyám balesethez azért szalad oda feltartott kézzel, hogyha kell szemtanú, biztosan őt válasszák ki. De nem, ez a biztonsági őr 80-nal belecsapódott az utolsó kirakatba.
Kiderült, hogy csak munkaközben elaludt, és rádölt a kormányra. Na, a lényeg az, hogy a plázában én bementem a mosdóba. Ez egy nagyon szép WC volt. Páromat kihagytam, mondtam, hogy mindjárt jövök. De elsőbe sose menjünk, az a sürgős eseteknek van. Na, figyeljünk oda, jó? Mert van, akinek egy lépés is számít, és... Bementem a legutolsóba, magamra zártam az ajtót, feltettem a kabátot, papírból fészket építettem, és... A lényeg, hogy beszorultam, mert ez egy... Hát ez olyan zár volt, hogy ez csak egyszer zárt. Először gondolkoztam, a vállal kilököm az ajtót, és elszaladok kombón, de aztán rájöttem, hogy két dűbele van felcsavarozva a falra, úgyhogy ez a 12 lemezbúdi így egybe borul ki a földre. És akkor hogy ott fognak ülni az emberek végig. Csak mondom, Spanyolországban úgy van a WC, bementem egy diszkóba egyszer Spanyolországba, és ott ülve a válladig ér a fal. Ha látod, melyik az üres, tehát azért az látszik. De hogy miközben ott benn vagy, a másik szemébe nézel. És ez az arc, hogy nem te voltál. Na, ott tartottunk, hogy be vagyok szorulva a budiba. Na, mondom, páromat megcsörgetem. Mondom, teljesen beszorult, és itt lemerült a telefon. Párom elment vásárolni, mert tudta, nekem teljesen beszorult, az legalább fél óra. És... Bemondom, szuper, itt maradtam. Olyan rohadt meleg volt, ilyen fűtéscsövek mentek felül, hogy már le is vettem a pólómat, fél pucéron álltam, mondom, kibújok alul. Mert van az a mondás, hogy a macska feje kifér, ott a teste is. Hát de felhívnám a figyelmet a macska szóra, tehát... Nem én. De hát akkor még ez nem jutott eszembe, úgyhogy kidugtam a fejem. És úgy megrekedtem egy pillanatra, és úgy néztem körbe a mosdóba, egy pisülő emberrel összeakadt a tekintetünk, de nem tudtam elrántani a fejem, úgyhogy csak így szemgolyóból megoldottam, hogy nagy nehezen visszahúztam magam. Hát mondom, rohadt jó, fenn nem tudok kimenni, ott vannak a fűtéscsövek, mondom, átmászok a mellettem lévő WC-be, aztán ott kijövök, hát most ez is megoldás. Felmásztam ennek a WC-nek a falára, így lenézek, ott ül egy félpucér ember. Az áruházi Mikulás, aki levette a subáját, nehogy belelógjon, és így felnézett rám. Hát mit csinál a magyar ember? Köszöntem, mondom, jó napot! Hát ő annyit mondott rá, hogy jó napot. Hát lemásztam, mert már nem tudtam visszamenni. Hát ő ott ült, ő is fél pucéron, én is. Így néztem rá, mondom, viszontlátásra, és kinyitottam az ajtót, majdnem még kezet is fogtunk, és akkor, ahogy így kilépek a WC-ből, hát nyilván néznek az emberek, hogy egy fél pucér Mikulás ül a budiba. Én fél pucéron izzadtan jövök kifele. Hát gondolták, hogy intéztem a Music Center karácsonyra. Kijövök, oda megyek a tükörhöz, a kabát. Bemaradt a budiban, de mondom, szuper. Visszamegyek, hát mondom, nincs mit tenni, hát mondom, alul nem merek bemászni a WC-be, mondom, ha beszorulok, akkor biztos nem vagynak úgy, hogy találtak. Fél pucéron pucsítva, és... Bekopogtam a Mikulás bácsihoz, hogy Mikulás bácsi, a kabát. Hülye gyerek, nem vagyok szolgálatban, vagy december 6-án megkapod. Hát mondom, jó. Elmondom, elkezdem ököllel verni a WC-ajtót, és akkor hát, ha leesik, és akkor alul kiveszem a kabátot. Egyszer csak így látom, ott van mellettem a biztonsági őr. Azt mondja, hogy nem látom, hogy be van zárva. Mondom, tudom, én zártam be belülről. És félpucéron verem az ajtót.
Erre fel a Mikulás kiszól a másik WC-ből, ide is bemászott, engem is bezárt. Sőt, még azt is elmondta, mit kell karácsonyra. Itt hallottam meg az elektrosokkolónak a cicegését, plusz a kabát puffanását. Úgyhogy benyúltam a kabátért, felkaptam, és futás, mint az állat a kocsiig. Párom már ott várt, mondom, ne szólalj meg, beszálltunk a kocsiba, fél úton annyit mert kérdezni, miért van rajtad Mikulás kabát? Vannak nők, akiket 50 felé közeledve már jobban érdekel az ezotéria, mint a valóság, és az... Nekik nagyon magas a telefonszámlájuk, és az asztrál síkról csak néha térnek vissza a Tesco-ba. Az idei év karinti gyűrűse Varga Ferenc József Értelmes beszélgetés című jelenetében két ilyen nő beszélget, Varga Ferenc József és Aradi Tibor. Szervusz, Erzsikém, hát mi van? Jól vagy? Jaj, te ne is mondjad! Na most képzeld el a lányom. Mely nekem úgy fáj a fejem napok óta, én nem tudom, front van vagy, mint mondjad. Szóval képzeld el, a Kriszti most elment a Zurával. Gondolom, ne is mondd, hát nekem két napja úgy fáj a fejem, hogy azt el nem hiszed. Mert a férjének el kellett utazni Gögenstadtba, vagy hova. Pedig most szedem ezt a cuflacinint, amit Marika mondott, de nem használ. Á, az egy vacak. Na most képzeld el, mondom a lányomnak telefonon, hogy hát ne csinálj hülyét magadból, mert ugye ő mindig ezt akar, meg azt akar, de az a zócska vejem, a férje, ugye? Ismerem, ismerem, te én már annyi mindent kipróbáltam, és semmi... Hátulról hasogat előre, és valami ilyen nem aludtam, mert az a hülye kocsi már megillerogott, és a lányom kénytelen elfogadni, hogy ne azokat a rizéket. Én 4 órakor felkeltem, kimentem a WC-re. Na most utána mondom neki. Hát én megőrülök ettől, egész éjszaka nem aludtam. És akkor a meg átjött, és igen. Hát ez van, Erzsikém. Ilyen világot élünk. Te, Erzsi, nem hiszed el, nekem úgy fáj a fejem napokról. Na most erre van egy nagyon jó. A jobb mutató ujjadat a homlokodra kell tenni, és körkörösen mozgatni a fejedet balra. Én szoktam csinálni a trolin. És történik valami? Elszédülök. Mindig. De állítólag azért, mert nem pont a csakrára helyezem az ujjam, hanem más. Hát még gyakorolni kell. Én most voltam csakra elemzésen, 65 000 forint volt, de nagyon megérte. 65 000 forint? Ilyen olcsó? Akkor ez csoportos csakra elemzés? Nem, csak rám figyeltek. Igen. És csináltak rólam egy aura fotót. Jaj, azt úgy megnézném. Várja, itt egy csomó fénykép, megmutatom neked, azt mondja. Az a nagy sötét lila folt, az nem az? Az nem az, a férjem. Ő indigó gyerek, nem? Nem, csak mindig be van tintázva. Na, itt van, ez az aura fotó, mert ez a nagy kék körvonal, ez én vagyok. Szép. Egy 10-est nyugodtan letagadhatsz. Igen, mert járok bőségtanfolyamra is.
bőségtan folyam a Kunpirinél. Nem, ez Váradi. Nem, Várnai Anett, vagy Adrien, vagy Andrea? Nem a Szabó Kati? De. De figyelj, ő nem táltos. Nem, csak az STK-ban túlméretezték a protézisét. Na most képzeld el, hogy én meg most hold diétán vagyok. Az egy nagy lépés az emberiség. Én meg paleó diétán csak azt teszem, amit már az ősember is ehetett. És akkor hol fogjátok a mamutot? A szénatéren. De ahhoz bunkó is kell. Az ott van épp elég. Na most, én kipróbáltam ezt a fényevést, és lefogytam tőle. De nagyon jó. Most van a Aldiba étkezési fény akciós. Plusz 10 magnitudó ajándék. És már csak zéró kólát iszom. Az milyen? Üres a doboza. Én a múltkor a Andival elmentem a Aldiba, meg a Ildivel a Lidlibe. Aztán a Ildi ment a Aldiba, a Andi meg a Lidlibe, mert a Ildi mondta, hogy a Lidlibe minden olcsóbb, mint a Aldiba, de a Andi szerint a Aldi olcsóbb, mint a Lidli. És te melyikbe jársz? Én a Ósünbe. Most vettem villanykörtét, mert a Majka naptár szerint jön a világ vége. Azt, ha sötét van, akkor kell a villanykörte. Akciós le volt értékelve. Csak nem tudom, mikor jön ez a világ vége. Szerintem a reklám után. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki marad bent. Nálam akkor volt a világ vége, amikor kiesett a Zámbó Krisztián. Nálam meg akkor, amikor énekelt. Akkor mi túléltük a világ végét? Hát nézd, a Paulo Coelho azt mondta, hogy nem a fény mutatja a utat, hanem a út mutatja a fényt. Ezt nem értem. Pedig nagyon szép. Azt jelenti, ami a Osó könyvben is van, hogy a idő nem áll meg, viszont ha mi megállunk, nem áll meg a idő. Jaj, ezt tudom, ezt a Irénke kitette a Facebookra, vagy mi ez? Az nagyon jó a Facebook. Ott olvastam én is, meg a Gogliba is olvastam. Várjál csak, hogy is van, hogy azt mondja, ha mosolyogsz, veled mosolyog a világ, és abból merít erőt a szeretet. Jaj, ez nagyon szép. És volt alatta egy ilyen szép kép, amin ilyen delfinek úsznak a Szaturnusz előtt. Igen. És nem fulladnak meg. Igen. De napok óta nem találtam a Müller Péternek a könyvét. Én néztem a Ágy alatt, a Spejzba. Miért nem mentél le Alfába? Lementem még Tétába is. Ott se volt. Aztán képzeld, de visszamentem a előző életeimbe, és amikor török szultán voltam, akkor mondta meg nekem a egyik janicsárom, hogy hol lehet a könyv. Na és hol volt? Könyvesboltba. Nekem is az a kedvenc könyvem, mert a szeretetről szól. Hát van manapság fontosabb, mint a szeretet? Igen, a empátia, a másikra odafigyelés. Igen, igen. Te, Erzsi, nekem úgy fáj a fejem napok óta, te nem hiszed el, ez nekem rettenetes. Nekem meg most a lányom ki akar képzeld menni a férjéhez Kőgenstadba. Képzeld el, én egész éjszaka nem aludtam, de én mondtam neki, nem hogy ne menjenek. Ha Magyarország szívcsakráját kellene megneveznem, nem dobogókőt mondanám, hanem szentest. Több olyan kifejezés is utal erre a magyar nyelvben, mint például a szenteste. Most az egyik ilyen szentesi következik, Kőhalmi Zoltán,
aki elhagyta a várost, mint Pataki Attila. És ha egyszer őt is elvinnék az UFO-k, akkor végre az egész galaxis megtudná, hogy ki az a Dencs, Vladek vagy a lapos emberke. Kőhalmi Zoltán. Köszönöm szépen. Köszönöm a tapsot, nagyon jól esik. Talán emlékeznek, tavaly tudományos kérdésekről, relativitás elméletről volt szó. Most a létezés nagy kérdéseit járjuk körül. Kezdni csak elmondanám, hogy lett egy macskánk. És mindenki azt kérdezte, hogy vettetek macskát? Ki az a kretin, aki ezért pénzt ad? Házi macskáért. Hát az úgy lesz az embernek, az nem szokott fizetni. Általában túlkínálat jelentkezik házi macskából. Nincs nagy macska ínség. Nem mesélem majd az unokámnak, hogy emlékszem még a 12-es nagy macska aszá idején történt. Kutyával fogtuk az egeret kisülött. Összes tejfő rákszárat. Kinyugba az emberek bájtbás simogatták, borzasztóan. Na nem ez van, hanem az van, hogyha van egy macskád és nem figyelsz rá, rengeteg macskád lesz hirtelen, amivel tovább inflálódik egy macska értéke. Számításaim szerint, hogyha nem létezne az ivartalanítás, akkor ezen a bolygón a macska már úgy derékig érne. Mert szerencsére létezik, és megvettük a szakkönyvet, nem az ivartalanításhoz, hanem a magához, a macskázáshoz. Megem sose volt háziállatom, én még porcicám se volt, és nekem olyan furcsák az állatok, jönnek, mennek, és én egy panel lakásból jövök, tudjuk, a panelházban csak a tacskókutya él meg. Sokan nem értik, hogy miért kell minden lépcső azok tacskókutya. Ennek az a magyarázata, hogy bárhol akad el a lift, még éppen ki tudod rakni, hogy segítséget hívja. És a rúgós pórázna még a bolt elő is visszarántan. Megvettük a macskás könyvet. Senki ne vegyen ilyet, mert ezt macska tápgyártó cégek szponzorálják, és az egész arról szó, semmi más nem jó a macskának. Nem jó például a macskának a tej. Nem tudom, ezt tudtuk-e, különleges macska tejet kell hozzá vásárolni, amiről nem tudom elképzelni, hogy azt vegyészmérnők állítják elő a semmiből, vagy van ember, akinek egész egyszer az a munkája, hogy macskát fej. Én nem szeretek gusztustalankodni, de el tudod képzelni ezt a munkát? Boldog, mert 2000-es üvegekben van, hát mennyi macska szenved azért, mennyi gombolyag elfogy annyi idő alatt. Nem is ez a lényeg, megvettük a macskás könyvet, mi volt az első kérdésem? Mennyi ideig él egy ilyen? Nem, mintha nem szeretném, csak mondják, hogy rád fog maradni, mert a gyereknek veszed, de megunja, és azt írja a könyv, hogy akár 30 évig is elélhet egy macska, hát mondom, 65 éves leszek akkor. A gyerek lehet, hogy a világ másik felén fog lakni, még mi mindig üvöltöm a kertből, Safranek, Safranek, jöjjön elő! Én neveztem el, hogy tudja, hogy nem ő a főnök. Mi volt a második kérdésem, hogy nem lett volna egyszerűbb rögtön már egy 28 éves macskát beszerezni? Néhány évig eljátszik vele a gyerek, azt jó van. De mondta sógorom, hogy hát ne hülyeskedj már, Zoli, én láttam már 28 éves macskát, az alig bírt mozogni. Ez kell, hozzad, ez kell! Na hát így meséltem idáig, egy nagyon vidám történetnek tűnt, de aztán nagyon szomorú történet lett belőle, mert kiderült, hogy a macskák nem élnek 30 évig, hogyha elüti őket a 141-es busz. Ez történt Safranekkel, elbúcsúztattuk, nagyon szomorú volt, elvittem a megfelelő szerfhez, ahol kilónként 140 forintért átveszik. Milyen furcsa összefüggés, miért nem 141, nem tudom, de 420 forintomba került. Van róla számlám, macska tetem, nem tudom, hogy fogom elszámolni, ez egy kérdés. És szürreális helyen kellett leadni, zöld ruhás emberek, zöld kerítés festenek még zöldebbre, teljes csöndben. Ki van mindenhova írva, ne csöngessen, a kapu nyitva van. Kérdezem, miért nem szabad csöngetni, megzavarja a kutyákat. Milyen kutyákat? Hát kutyamenhely vagyunk, csak veszünk át macska tetemeket, ez elég gyanús. Kérdezem, el fogják hambasztani? Persze, elhambasztjuk, viszontlátok. Na hát ez történt Safranekkel, és nekem komoly feladat volt, hogy tudjak a szilveszteri kabaréba
egy ilyen tragédiáról is beszélni, de hát önöknek pedig ez a minden nap, mert megszokhatták, hogy minden normális műsorban beszivárog a borzalom. Elég csak egy sima híradóra gondolni, ugye, hogy néznek ki a híradók, rendőrségi hírek minden mennyiségben, neki ment, kigyulladt, kigyulladt, neki ment, együtt gyulladtak ki. Ez egy végig, rendőrségi hírek, és a legvégén van egy kis szeretet, kis mongúzok születtek a nyíregyházi vadasparkba, billenje helyre a világ egyensúlya. Az ideális hír az lenne, ha kettőt kombinálnánk, hogy váratlanul kigyulladt egy ló. Pandák ütköztek frontálisan, állatkertbe hajtott egy részek teve, valami ilyesmi, de szóval az a pszichológiája, hogy azért van ennyi borzalom a híradóban, mert hogy te szereted a nap végén azt érezni, hogy te még élsz. Hát lehet, hogy reklámokat is csak azért nézünk, hogy nem az én hajam korpásodik, nem az én prosztatám nagyobb, nem én menstruálok, jót tett a nap. De van még ilyen, soha nem értettem, hogy miért vannak például az utasszállító pilóták katonatisztnek öltözve, hogy ezek nem vadászgépet vezetnek, hogy nincs az, hogy nem kapnak leszállási engedélyt, podgyászokkal bombáznának, vagy valami, hanem hogy ez is azért van, hogy neked ne legyen halálfélelmed, mert hogy állítólag az egyenruha az megnyugtat. Nem baj, hogy turbulenciába kerültünk, de van itt valami egyenruhás ember, postással nem nagyon lennék kisegítve, parkolóőr hómunkás. Mondjuk az külön hasznos, hogy nem egy mackó nadrágos kamionsofőr dobja el a csikket, hogy akkor Zürichbe. Állítólag a repülőknél a fölszállás is automatikusan megy, meg a leszállás is automatikusan megy, hogy nem tudom, mi a túrót tanulnak éveig a pilóta iskolába. Elegáns sétálgatás, ez 2 év. Bőrönt húzás még 2 év. Egy és a szimulátoron. Nem tanul a komoly dolgokat, tehát mondjuk a felhők elnevezése, hogy tudjanak miről beszélgetni 4 órán keresztül, csak felhő, ott is egy felhő. Meg megtanulnak egy csomó gombot, amit nem szabad megnyomni. Egyet szabad, kávé! Azt. No hát biztosan nem így megy, csak én szeretem az összeesküvés elméleteket gyártani is, meg hallgatni is. Van egy barátom, akinél úgy romlott el a WC tartály, hogy néha teljesen magától leereszt, újra tölt. Ez nem egy akkora probléma, de benne komolyan felmerült, hogy biztos a vízművek épített be neki valamit direkt, nagyobb legyen a fogyasztása neki. Hát mondom, Béla, az is lehet, hogy be vagy kamerázva, aztán nézi a központ, hogy most a konyhával van, most nyomjad, most nyomjad, most nyomjad. Amíg meg kihúzza a lábát, akkor dözsőnek a szolgáltatók. Minden villanyég megy a mosógép, konvektor 8-ason. No. Egyébként szeretnék egy pár szót beszélni a családról. Voltunk Bödős Tiboréknál Búcsú Szent Lászlón vendégeskedni, több napot töltöttem ott, ebből én több napra nem emlékszem, és életmódjukból fakadóan. Nagyon kellemetlen volt, mert elnézést kellett kérni, hogy nem emlékszem az előző napra. Tibor mondta, hogy sajnos ők igen. És hazamentünk, látom, gyerekek játszanak a kertben, mindenki csinálja homokgombózokat, tortácskát, kisfiam való a bokorba, mondom, te mit csinálsz? Pálinkát. Tibor hatása a családunkra. És vettük a gyerekeknek hálózsákot, azon ráírva, hogy lassan égő anyagokból készül. Azért jó, amíg visszaalhatsz. Ó, ez csak lassan ég, jó, jó. Mindjárt hívom a tűzoltókra. Azon meg olyan komótosan jönnek. Beugrunk még pár helyre, mert ez lassan ég, tudjuk. Ez ilyen szundi üzemmód tulajdonképpen, nagyon lángol fölébredsz. Egyébként én gyűlölöm, hogy szundi üzemmódnak hívják az ébresztő órán ezt a visszaalvó gombot, tehát a szundi az az, amikor a vasárnapi ebéd után úgy elpilletsz a fotelba. Nem az, amikor hétfő reggel 6 óra 30-kor még 5 percig könyörögsz egy gépnek. Hát ha mindenképpen hét törp, akkor morgó üzemmód szerintem. Na hát ezek a létezés nagy kérdése, amin én gondolkodni szoktam. Van viszont, aki már azt se tudja elképzelni, hogy lehet valakinek ez a foglalkozása, hogy poénokon töri a fejét. Nekem van egy törzspresszom, ahol beszoktak engedni, ott hagynak nyugodtan írogatni. A múlthol jött egy lány, mondta neki, most nem tudjuk bekapcsolni a zenét, mert benn van az Zoli, dolgozik, ír. Oda jött és megkérdezte, hogy tényleg te írod a zenét, ami itt szól? Mondom neki, tényleg, csak ne szólj hozzám, mert most írom a Coco Jumbo-t.
Bödös Tibor következik, aki nem csak egy kisfiú boldog édesapja, de egy pálinka főző boldog tulajdonosa is. Így Tibornak már nem csak a humor a tömény, és már mi sem csak a szavait isszuk. Bödös Tibor. Köszönöm. Köszönöm szépen, jó estét kívánok. A tavalyi rádiókabaré felvételére hoztam is a pálinkából, amiről itt szó volt, de hát most már tudom, mennyi munka van vele, úgyhogy nem lögyböltem szét az ingyenlérő humoristák között, főleg én fogyasztottam el. Ők megszagolták, én megittam, ezért az éjszaka során eljutottunk egy pontra, amikor engem az asztaltól Bajor Imre segített fel. Ami ebben a műfajban Oscar díjas, Udi és Nobel-díj, mert akit Bajor Imre segít fel, az olyan, mint akinek Görögországot kölcsön. A nyáron, most összegezzük akkor az évet, volt olimpia, volt a sportágak, amivel kezdődött, már az is olyan volt, amit én már gyermekkoromban láttam Bucsú Szent Lászlón, a női judó, azzal kezdődött az éremeső. Az ugyanaz, mint amikor az otthonkás nénik homályos telepitát folytattak a néófa alatt. Az otthonka az emberi test fólia sátra. 110% nylon, az minden ellen véd. Az atom támadás lepergeti magáról, mert rá van segítve, a viszér ellen van a fásli, 16 kilométer a vádlin, és hogyha este leveszi a mama, olyan, mint a megpattant volna Tutehámon a piramisból. De ez be lesz tiltva az otthonka, bántják a magyart, be van tiltva Franciaországban a burka, ez az iszlám viselet, be lesz tiltva az otthonka, mit tud erről Barózó, be lesz tiltva a térdig húzott zokni szandállal, a papucsa alakított gumicsizma moslékos vödör kiegészítővel, az Ádám csutkáig húzott mackó melegítő, a horgolt sapkával bevont biciklinyereg, mint hogyha menne haza egy alacsony Bob Marley, úgy néz ki a... Na szóval be lesz tiltva, és ez az otthonka, otthonkával levő nénik folytatják a homályos telekvitát a diófa alatt, hogy már azt még a Sanyi bácsi ütette, de akkor még nem ott volt a megye, de kimérettük, voltak itt, de áthullott, de föszedtétek, ne magyarázza, áthordta a szél, de nem a tiétek, de a gyökér honnél táplálkozik. Ugyanez a judo. A legmenőbbek azok az úszók voltak, ahogy bevonultak. Én szeretnék egyszer így bejönni, mint hogy az úszók bejöttek az olimpián. Tibor Bödöx, Hungary, kutyaúszás. De közben itt hallgatnak, azt nem tudom. Közben, hogy az iPad-en valami, hogy vigyázz, valószínűleg agykontroll CD-t hallgatnak, hogy vigyázz, mély a víz, vegyél levegőt, vigyázz, mély a víz, vegyél levegőt. És van egy rejtélyes szakma az olimpián, az úszóknál, a rajtkő ellenőr, aki 4 évente ennyit kell, hogy csináljon, benéz alá. Pedig minden digitalizálva van, már nem tudom, miért kell ott állni a rajtkő ellenőrnek, ennyit kell csinálni. Ugyanolyan rejtélyes, a foci ebben figyeltem meg, a 87. percben jön le a cserejátékos caplat le, és van egy ember, van a csapatnál edző, másodedző, orvos, masszőr, és van egy ember, akinek az a funkciója, hogy a segrepacsit ad. Ő a segrepacsis ember. Menjél zuhanyozni. Várj a következő pácienst. A tenisznél ott a közönség rendkívül kulturált, azért szeretem, mondja a bíró, quiet please, thank you. És elhallgatnak. Ute Fradi mióta próbálják ezt bevezetni? Wimbledonban mindenki cigány. Nálunk otthon hobbi pingpong van, de néptáncsal kombinált pingpong, mert apám még ezek a toppogatós típusú pingpongosok, hogy miért rövid, miért hosszú, miért ne? Mindig kell valami Nesquik nyuszi, amire lehet fogni, hogy a szél miatt, mert rossz az ütő, papucsban vagyok, részeg vagyok, nem látok, rossz az asztal. És annyira hobbi azért, hogyha elgurul a labda, akkor apám vagy utána megy a veteményesbe, gyomlál egy kicsit, ami megkeresi a labdát. És olimpiát lehetett nézni 3D-ben is, de nem néztem 3D-ben, mert nem fogom visszadobálni a kalapácsot. Viszont volt egy mágikus mozdulat, mindig van, a kalapácsvetőknél, mikor eldobják a kalapácsot, akkor utána kiabál, van az a típusú kalapácsvető, hát hogyha hangtól messze megy, nem tudom mibe bízik, de megpróbálja lehetetlen. És hogyha kisebben dob, mint 80 méter, akkor elszégyelli magát, hogy Nagyon jól nyilatkoztak az olimpikonok. Oxigén hiányos állapotban is még ki se jöttek a vízből, de már úgy nyilatkoztak, hogy politikusok sose tudnak úgy nyilatkozni, még oxigén sátorban sem tudnának olyan őszintén nyilatkozni.
van új elnök, ugye tavaly óta. Hát az előzőben nem foglalkoznék a köztársasági elnökkel, mert döglött oroszlánban nem lövünk, és egyébként is lopta a sörényét. De a barlangjához ragaszkodott még egy darabig. Viszont az Áder mondott még az elején, még a beiktatás előtt ilyen mondatokat a parlamentben, furcsa is volt, hogy össze kéne fogni, nem jó ez a megosztottság, a haza mindenek előtt, mert Viktor, ő egyszerűbb mondatokkal operál, ő az átlagszavazót szólítja meg. Magyarország olyan, mint egy kis ékszeres doboz, amit kiraboltak. Késdobáló számnál nem elég a majdnem jó. Én beleírnék a beszédíróinak a szoftverét, meg kéne hackelni, és egy-egy mondatot beleírni, és gyanús lenne neki, mert néha nem is tudja elolvasni előtte, mikor kampány van, annyira gyorsan megy minden, egy-egy ilyen gyanús mondatot elhelyezni, hogy hóba húgyozott, autogram az élet. A politika művészete olyan, mint a hajnali fénybe megcsillanó csincsillatetem. Több probléma van a magyar gazdasággal. Először is az a baj, hogy Magyarországon a felső 10 000, 5 000 fő. Na ez egy olyan szép helyen van ez a Kárpát-medence, itt nincsen hurrikán, földrengés, cunami, van privatizáció, közbeszerzés. Nem úgy van, hogy jön a hurrikán, hogy elnevezik, hogy Sandy, van Lajos, mert a Simicskának van egy ilyen komoly betegsége, a közpénzbulémia. Jó, mondanám a békemenetnek, hogy nem kell megsértődni, csak a másik oldal az még nem körvonalazódik jó annyira, hogy azért nem tudok még velük foglalkozni. Volt ez a bajnai tüntetés, olyan volt, mint egy elrontott ovis nőnap, hogy mindenki belesült a szövegbe, meg nem tudták a mondókát, hogy még nehéz lesz. A Fideszben ott demokrácia van, ott kőpapír rollóval dőlnek el a dolgok. Csak Viktor mondhat flexet is. Ötletem. A kilábalásra van ötletem, biztos ezeknek a fideszes embereknek is, mert ők is vidéki süttyók, mint én. Nekik is volt nagyanyuk, aki tudott spórolni. Kéne egy parasztasszony a nemzet fölé, a mamma, aki bármilyen beruházás van, kiadás, költségvetési manőver, akkor meg kell kérdezni, és vétójoga lenne a mamának, hogy böszme vagy te, édesfiam. Stadiont akarsz építeni? Hát mindjárt fejbe váglak, vannak még éhes gyerekek. Ne stadionozzá! Aj, mama, léci, nem! Léci, mama! Vagy pedig ki kell küldeni Matolcsit Monte Carlo-ba, a kaszinóba, a piros 47-esre fel kell rakni az egész államháztartás, bevételeket, kiadásokat, minden. Vagy az valahogy veszít, ugyanott tartunk, ahol vagyunk, teljesen minden. Vagy pedig, ha megnyeri, akkor másnap már pik szalámival ütik a drágább lacacért tüntető kisnyugdíjast az Andrássé. Szarvasgombával dobálóznak a borsódi ovisok. Szent Lászlón állnak az elefánt csontnyelű gerebével a közmunkások és söprögetik a 20 000-est. Jönnek ki a templom egerei és kaviármérgezésbe halnak meg. Nagyapám szőlejében Gucciba van a madárjesztő. És mész haza, nem ezért hajol át a Bentley-be a Ferrariából a hajléktalan, hogy pénzt kérjen, eleve ömlik belőle az ötcsillagos Hennessy, és csak azért hajol át, hogy a szivarjára, amit még Fidel Castro sodort Che Guevara combján 58-ban a havannai bevonulás előtt, arra tüzet kérjen. Hazamész, szépen megrakod a tüzet, egy 15. Lajos korabeli kis asztalkát felaprítasz, berakod a kandallóba, és 10 percenként egész éjszaka kapsz SMS-eket, hogy megint utalt az apek, én már nem tudok mit csinálni, komolyan van. Jó, hát elszomorodottunk, mindegy, ez egy utópia. Lesz mindenféle. Van reform is, ugye oktatási reform. Hát engem most már érdekelnének a természettudományok, csak akkor nem csináltak kedvet hozzá. Mert mit mondanak el a matek órán? Nem mondanak semmit a THM-ről. A csonkagúla területe. Érettségi óta nem találkoztam csonkagúlával, nem tudom. Végy egy paralellepipedont. Miért vegyek paralellepipedont? Nagyon is ritka a valóságban. Mennyi az X? Honnét tudjam? Azért X? Így előjük. Épp ez a lényeg. Van az Y, az egy másik szám. X, Y, épp ez a lényege. Most komolyan mondom ilyen, hogy kislabda hajítás. Hát volt már valaki olyan állásinterjún, ahol...
Úgy néz ki, hogy minden rendben van, de kislabdát azt még hajítani kéne. Jó, akkor most nézzük meg a gyertyaállást. Nem olva gyertya, rendes gyertyaállás. Most ezeket nem tanítják meg, és ott tartunk már, hogy amit nehéz mérni, bocsánat, amit nagyon nehéz mérni, az állampolgársági vizsga, hogy ki mennyire magyar, bár vannak, akik ezt így méregetik, hogy nagyon magyar, nagyon mély magyar, annyira mély magyar. Van-e olyan az állampolgársági vizsgán, hogy alap, közép és felső fok? Biztos van az alapfok, ott az aranycsapatot tudod, de Hidegkutit néha kihagyod. Igen, Puskás Cíborban, de ami csaulik. Igen, de ez az. Aztán van a középfok, ott már nehezedik a dolog a középfokon. Legyen honvágya 15 perc áll rendelkezésére. A felső fokon meg lovon állva kell kirakni a Rubik kockát, az elengem. Egyébként is. Olvastam a majákról, akik nem azt mondták, hogy világvége lesz, hanem, hiszen akkor nem is hallanák ezt már a rádióba, nem azt mondták, hanem új szakasz kezdődik a világban. Egyébként is nem volt mikrojuk se, honnét tudnák a maják, nehogy már egy méhecska mondja meg nekem. Ja, nem vagyok. Úgyhogy náluk volt a kosárlabda elődje, játszották a kosárlabdát, és aki győzött, az feláldozták, évek kitépték a szívét, mert őt szeretik az istenek, feláldozzuk. Hát biztos akkor is volt egy-két haladóbb szellem, hogy játszatok nyugodtan, nekem fáj a lábam most. De a legkontrasztosabb kultúrák párbeszéde az on the spotban volt, hogy Dél-Afrikában olyan a férfive avató szertartás, hogy 16 éves korodban körülállnak a család férfi tagjai, körülmetélnek, fájdalomcsillapítás nélkül, és utána meg kell erőszakolnod egy lányt, aki nem a barátnőd. Én meg azt hittem, hogy a szalagavatóm kínos volt. Na és ott tartunk az oktatásban, hogy a kórházban mi van kiírva? Beteg felvétel. Hát nem elég a baj a szerencsétlennek, még oda is felvételeznek kell. Sőt, volt olyan, hogy rokkan felülvizsgálat. Ült a rokkant születik zsűri. Jöttek a rokkantak. Nincsen lábam. Az bárki mondhatja. Step! És hogy pozitív legyen a kicsengésről, beszéltünk az olimpikonokról, ahol van teljesítmény, aztán politikáról, és még ahol még van teljesítmény, a borászoknál van, ugye? És két, mert van a háztáji borászat, az nálunk is az van Szentlászón, az a különbség a háztáji és a csúcsborászat között, hogy nincs évjáratozás, mert örülünk, hogyha születik, kitartunk valahogy. Ez a háztáji borászat. Mesélték, Egerbe történt a dolog, meghívta a csúcsborász a háztáji borászt magához, jóba voltak, csak más volt az arszpolitika, és mondott, hogy megmutatja neki az igazi utat. A Taót kitöltött neki egy 8 éves Reserve Superior válogatás bikavért, megfelelő hőmérsékleten dekantálva, szellőztetve, rendes boros-boros pohárban, ami olyan, hogy a Pinokia is tudjon benne kóstolni, az a lényeg. És mikor a sznobok kóstolnak, nekik gótikus arcuk nő. Mint hogyha évek óta halogatnának egy tűzszentésre a nap. Kitöltötték a háztáji borásznak, megkóstolta. No, hát nincsenek semmi baja. Köszönöm szépen, boldog új évet kívánok! Bújék 2013. A Rádió Kabaré szilveszteri bemutatóját közvetítettük a Thália Színházból. Konferált Litkai Gergely és Kovács András Péter. Munkatársak Bódog Pál, Bognár István, Nemes Niki, Radvánszki László. A felvételt Kerekes Endre és Járic István készítette. Gyártásvezető Kajzer Hajnal. Produkciós menedzser Nyilas János. Szerkesztette Sinkó Péter.